Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy érdekes témával készültünk, nem tudom, hogy ti figyelitek-e a közösségi portálokat, de nyilván igen. Egyre több helyen fordul az elő, hogy a cég saját oldalán ugye értékelhetjük a szolgáltatást, és nagyon sokszor érdekes levelezéseket lehet olvasni a cég egyik alkalmazottja, és hát a szolgáltatást kritizáló és a kommentet megíró a vásárló között. Ugye miről van szó? Egész egyszerűen arról, hogy... vannak bizonyos cégek, sőt, hát az összes szolgáltatás nyújtó cég ugye üzemeltet egy Facebook oldalt, legyen szó étteremről, kávézóról, cukrászdáról, street food kajáldáról, tök mindegy. Üzemelteti a saját Facebook oldalát, hogy ezen keresztül ugye hát promotálja önmagát. És oda, ha te beírsz egy kommentet, vagy beírsz egy véleményt, amit ráadásul ugye megcsillagzol, akkor adsz egy osztályzatot tulajdonképpen, akkor azt te nem tudod étterem tulajdonosként, cukrászda tulajdonosként kitörölni, hanem csak reagálni tudsz rá. És egyre többször lehet olvasni egyébként rettenetesen szórakoztató levelezéseket, ahogy a vevő, akinek most vagy igaza van, vagy nem, beír valamit. És lehet látni, hogy mikor ért vele egyet a cukrászda vagy az étterem, és mikor veszi személyes sértésnek, hogy az illető beírt, és onnantól kezdve elindul a levelezés mondjuk az étterem és a vendég között. Zseniális! Hát figyelj, vendéglátósként ez, most ez nem én mondom nyilván, mert én nem vagyok az, de annyira nem vicces. Annyira nem vicces ez a dolog, ugyanis ahogy neked fölmennek például a Facebookodra, vagy van ez a TripAdvisor nevezetű oldal, igen, és akkor ezeket megnézik, akkor azonnal látnak egy átlag osztályzatot. Na most annak, akinek még kevés van, tehát a karriered elején vagy, és bejön mondjuk egy darab egy csillag, akkor azonnal levesznek érted háromra az ötből, és akkor innentől kezdve az vevő azt mondja, hogy hát én de nem megyek be, ez egy hármas osztályzatú hely. És olyan baromságok miatt csinálják meg ezeket az emberek, hogy ezt el nem hiszed. De te tényleg el nem hiszed, hogy beírja, minden jó volt, jól éreztük magunkat, egyes. És nem érted. Igen. És nem érted, és ilyenkor visszaírsz, hogy miért nem rohadsz meg. Nem ezt írod vissza, hanem hogy legyen már kedves kifejteni azt a dolgot, hogy miért kaptuk az egyest, vagy hogy mi volt a baj, ha ráadásul nem is írja meg. Hát tulajdonképpen semmi, de rossz napon volt, mert a férjemmel előző este össze, és te ezért az egyest. Hát szar volt a kávé, hát most mit de csinálják? Nem volt szar a kávé. Rossz kedve volt. Rossz kedve volt, és lerontja az átlagát a helynek, és utána pedig gyakran ez alapján mondjuk nem választják ezt a helyet, azt mondják, hogy na tessék, én ilyet vezetnék, én valószínűleg minden nap beírnék magamnak. Aha. Egy ötös. Hát miért? Van egy ilyen étterme, van egy cukrászda, nagyon íz lett a kávé, kiváló kiszolgálás, ez a Balázs, hát ott volt, saját kezüleg hozta ki a stífoldert, és mit hozott? A szájával tartott a mokkáskodat. A szájában hozta a hotdogot. És egyébként az a kamásli. Hát rajta figyelj. És beírnék a konkurenciára az utca másik oldalán, hogy hát ne haragudjanak, de ez az, amit itt ettem. Egyébként, tehát honnan tudja egyébként a TripAdvisor, hogy nem a tulaj írogat saját magának, és csillagoz a hülyére saját ötöt. Egy darabig csináltam, de minden nap új e-mailt címre. Én fizetnék egy embert, hogy kicsim, neked az a feladatod, minden nap új e-mail címről nagyon durván beregisztesz. Olyat írsz az étteremről, a cukrászdáról, hogy nálunk van a legjobb kávé, a legcsinosabb kiszolgáló. Brutál. Csak ide gyere. És utána mész annak, aki esetleg rosszat ír. Igen, ez egy kegyetlen dolog, ha valakinek rossz napja van. Főleg akkor kegyetlen egyébként, ha ott a hely, mert hogy a vendéglátó szerintem mindenki igyekszik kijavítani a hibáit. Tehát ha ott a helyszínen azt mondja, hogy ne haragudjon, ez a kávé nem volt jó, vagy csak hideg volt, mert az, hogy jó meg nem jó, az nyilván egyéni ízlés kérdése. De ha valami tényleg elszúrnak, ha a levesben hajszál van, azt miért nem lehet ott megmondani? Kimész, és utána elkezdesz duzogni otthon, és beírsz egy egyest, hogy a levesben hajszál volt. Nem? Hát miért nem ott mondja el? Mert ott még talán ezt úgy orvosolni is tudnánk. Hát persze, meg lehetne oldani. Vagy például az a legjobb, amikor valamit mondjuk tényleg elszúrsz, beírja, és utána megírod neki, hogy elnézését kérjük, kedves vendég, jöjjön vissza, meghívom egy vacsorára. Mert nagyon megverjük. Mondja, hogy maga írt, és már a bejáratnál úgy pofán verjük. Sajnos egyetlen informatikus sincs köztünk, aki megtalálna egy e-mail cím alapján, könnyítse meg a dolgunkat,
És akkor ugye írsz egy ilyet, és akkor erre visszajön, hogy én még egyszer be nem teszem a lábam, mert maguk. És akkor megint csak írod, próbáld oltani a tüzet, hogy hát mi, hogy legalább adjunk egy esélyt egymásnak. Nem lehet. Nem, azt tudom, hogy külföldi hoteleknél például ki van írva, hogy az ki van adva, hogy az alkalmazottak, főleg egy induló hotelnél a TripAdvisoron például írogassanak be ugye kommenteket. Annyi szerint említettél a bőrgyügy ezt a TripAdvisort, hogy hogy jön ide? Semmi, hétvégén megint pöttyös lett a makkom. El kellett mennem, és ezért emlegettem ennyit a TripAdvisor. Szóval, igen. Na, de viszont ezt a témát, vagy de vagy, viszont igen, ezt még nem csináltuk meg. Most már elfogadott mind a kettő. Most már abszolút használtjátok mind a kettőt. Ezt még nem csináltuk meg, hogy írják meg nekünk azon étteremvezetők, cukrászatokat vezetők, tulajdonosok, hogy milyen reklamációba bonyolódtak, sokszor idegesítő, hát hogy is mondjam, olyan vendégekkel, akiknek azért az esetek nagy többségében mondjuk nem volt igaza. Mert amilyen levelezéseket az ember olvas, az egészen megdöbbentő. És azt már ugye, azzal már foglalkoztunk, hogy mi volt, amikor te bementél egy étterembe, és ott nem volt jó, nem szolgáltak ki, nem ízlett a kaja, vagy mint a rossz cukrászdába mentél, hát erről azért Jani is igen, igen, engem ne írjatok, tehát hogy a notorius panaszkodók meg a márokról van szó, de engem most ne írjatok. Tehát ismerjük egyiket, az biztos, hogy minden vendéglátósnál vannak olyan emberek, akik tényleg annyira látszik rajtuk, hogy azért jönnek be, hogy jó napot kívánok, a vendégkönyvet! Előtte nem rendelne valamit? Ja, két kérémet! Igen, igen. De tényleg így írjanak, hogy hál' lesz. Majd én megírom. Írjanak nekünk tulajdonosok, jó, hogy ki az örök reklamáló. Ha beírt nektek a Facebook oldalatokra, mind veszekszik. Ha minden nap megjelenik és jön reklamálni, mi az, amibe beleköd? Ha olvastatok kommentet, és folyamatosan megy a Facebook oldalon a veszekedés, akkor azt írjátok meg nekünk. Tehát erősen, sokszor reklamáló, visszatérő vendégeket keresünk, de most tulajdonosi szemszögből, jó? Vagy üzletvezetői szemszögből írjátok. Na, itt van, nekünk. Azért írtam be, mert a pacalhoz nem volt krumpli. Kérjél, és akkor adunk! Na! Érted? Nem adtok a pacalhoz alapból krumplit? Kicsi köret egyből lespórol. Nem spórol le, jár hozzá, csak hogy az úri emberek, ugye fehér kenyérrel eszik a pacalt krumpliért. Hát az eszem megáll. Nagyon sok köret, hát az eszem nagyon megáll. Sok zöld. Az úri emberek, most komolyan leparasztasztod az egyik vendégeteket. Tényleg? Spórolunk a köret, te! Spórolunk a köret, te! Nézd már a kis étteremvezető! Érted, kedves ex-vendég, az úri emberek! Nem mindenki! Az úri emberek fehér kenyérrel és zölddel leszik. Mi lesz a következő? Rizibiziből kiveszitek a borsót? Bele se tesszük! Majd lehetsz ilyen! Pacal, krumpli, kenyér! Flash kenyér! Na, ez a baj! Krumplival és kenyérrel Vagy krumpli, vagy kenyér. Igen, tehát kenyér. Döntse el! Azt kérjél! De ne akarjon mind a kettőt! De ne írjál be! Így van, gyere az úri emberek tényleg szikkacsercliver eszik, ahogy azt mondja. Nem szikkacsercliver. Nagyon szép foszlós fehér kenyér. De tényleg, hogy miért nem ott szól? Mert akkor még mert talán akkor kap, hát rendes tudnátok tenni. Az... Tehát ugye ez, hogy hazamegyek, és akkor Facebookról három óra múlva beírom, akkor már ugye nehéz kivinni. Ki tudjuk, csak írjon címet, de azt meg nem ment. Ez egyébként az összes, tehát ez nem csak az ilyen éttermi pontozós cuccnál, ez szerintem a Facebooknak magának a hibája, illetve nem hiba, de az egyik ilyen tipikus dolga, hogy nincs arcod. Sőt, hát neved se kell, hogy legyen egy kamu regisztráció, és azt osztasz, akit akarsz. Jó, elvégben, hogyha van nálatok, bocsánat, free wifi, akkor már ott rögtön az asztalnál tudod tolni, és az a legjobb, amikor még ott van a vendég, és így tudod, így toljátok meg. Igen, válaszolgatok rá. Igen, azt nem értem, hogy sokszor miért nem a helyszínen próbálják meg orvosolni a problémát. Tehát bemegyek például, mit tudom én, itt van egy levelezés, hogy mindenki kicsit beleolvasunk, és mondjuk kapsz egy rossz kávét, ami mondjuk langyos. Én például megörülök attól, ha a levest ilyen fél langyosra hozzák ki. Tehát nálam a húsleves az úgy kell, olyan forró kell, hogy legyen, hogy nagyon forró. Hát éges, az tehát a húsleves legyen forró. Itt a babát csúnyája. A felesége mézes csupra. Olyan forró legyen. De Jézus, mint apám zokni a kapálás után. Én azonnal szólok. Igen. És nem vagyok egy hátris vendég, tehát én nem úgy megyek be egy étterembe, hogy na most aztán reszkesetek. Tehát ahogy Jani megy a cukrászába, vérben forgó szemekkel megy, itt én nem tudom, lúdlába tenni, rám ez nem jellemző. De tényleg János már egy kicsit zabosan megy a cukrászába, mert úgy is tudja, hogy lesz valami konfliktus. Én nem vagyok ilyen vendég. De én azonnal szólok, nekem eszembe nem jut egyébként megenni a rossz húslevest, szótlanul tűrni, hogy szarakaja, bocsánat,
Hazamenni és TripAdvisoron nagyon kiosztani az éttermet. Tehát ott tudod ezt azonnal orvosolni. Miért nem szólsz, ha rossz a kávé vagy meleg a levest? Értitek? Van az a vendég, aki egyébként megeszi, kifizeti, hazamegy, és ott aztán kijönti a lelket. Azonnal kell szólni. Hát, mert félsz szólni. De mitől? Mert arccal kell vállalni azt, hogy meleg a leves, vigye vissza, melegítse meg. Úgy kell mondani, hogy ne bántódjanak meg, hogy édes savonyinak, jó húslevesnek nem. Csak beleköpnek, tudod? Igen. De tényleg, utána mondjuk nem eszem vandiasodót én sem. A somlói kimarad. Meg semmit, amit be van göngyölve. Semmi olyat, amire nem látok rá. Fogatosan belézel még a gundelpalacsintába is. Utána egy sima sült krumpli ketchup-el, de már a ketchup-től is nagyon félek. Nem, szóval ott a helyszínen kell szólni, nem? És akkor orvosolják, és utána kapsz egy forró kávét, egy vagy egy forró levest, és elnézést, akkor utána nem, de ha jó a kaja, akkor nem írok be. Meg ha normális a hely, és tényleg jogos az észrevétel, akkor azt megcsinálják, én biztos vagyok benne minden. Azt mondjuk nem érted, mondjuk, mikor a kávéra azt mondja a vendég, hogy elnézést, ez túl forró. Remek. Volt ilyen, hogy forró a kávém? Tényleg? Kiadtad, és mert hát ugye már most főt le. Menj oda, fújd meg a kis kicsi szállt Most kóstolja meg. Jó, most egész jó. Köszönöm. Igen. Pár fokot lejjebb tud-e vinni még. Önökért vagyunk. Most jó. Igen, na, drága étteremvezetők, tulajdonosok, üzletvezetők, a legnagyobb reklamálókat keressük, jó? Írjátok meg nekünk, mibe kötött bele, hányszor jön vissza? Visszajött-e két reklamálás után, és harmadikra elvitte az eklerfánkot, mikor képviselőt rendelt egyébként? Belekötötte a torta külsejébe? Mi van, ha újra jön? Ki ügykezel? Ki megy oda? Mert vannak a visszatérő reklamálók, ugye? János is négyszer elment, fölpofosztatta magát azzal a cukrászdával, elment ötödszörre is, fölpofoszták, mert hatodszorra is elment. Már elsőjén mondtam, hogy nem ennyi oda, mert nem jó. Még négyszer elment megveretni magát makkal. Picit érte? Már örülnek neki, nem voltam a két hónapja. Szerintem kim van az arcot áthúzva. Igen, ha meglátjátok, zárjatok. A fotocella úgy van beprogramozva, hogy neked nem nyílik ki konkrétan, mert arcfelismerő szkenner van benne. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy ugye hát egyre népszerűbbek azon oldalak, illetve pontosabban nem azon oldalak, hanem most már minden étteremhez, cukrászdához, street food kajáldához lehet ugye hozzáírni különböző kommenteket. És arról beszéltünk, hogy van a visszatérő, állandóan reklamáló vendég, aki alig várja, hogy belekössön, vagy belekötessen mindenkivel. És ezen témát úgy már megcsináltuk, hogy vendég szempontjából te mit találtál elviselhetetlenek az étteremben, és mibe kötöttél bele. De a nagy reklamálókkal talán még nem foglalkoztunk, és kértük hallgatóinkat, akik tényleg éttermet vezetnek, vagy cukrászdában dolgoznak, vagy hát bárhol tulajdonképpen tényleg zöldségesnél, vagy bármilyen étteremben, írják meg nekünk, hogy milyen nagy reklamálókkal találkoznak, mibe köt bele az illető, és mivel lehet leszerelni, ha egyáltalán le lehet. Hát izgalmas. Nagyon jók jönnek, és hát mi mondjuk, mert hogy Feri túl szerény ehhez, meg egyáltalán nem szeret veletek konfrontálni, hogy azaz kettő tizet tegyen titeket boldoggá, mivel lerontottátok a kórhelynek az osztályzatát. Jó? Az legyen az összes boldogság az életetekben. Én már letűztem erre. Jó, az a 4-8. Itt vagyunk, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Ciao. Jó reggelt! Hello. Tamás veled, mi történt? Mi borsolákat szervezünk egyekre, és az egyik vendég adott egy 3 csillagos review-t azzal a kitétellel, hogy hát igazából nagyon jó volt minden, sőt túl jó, és már a második pince után ő annyira sokat ivott a borokból, hogy a harmadik pincénél rosszul lett, és nem tudta élvezni igazából amit kínáltunk, és ezért ad nekünk egy 3 csillagot, és hogy nem kellett volna ilyen sokat töltenünk neki, ez volt az észrevétele. Tehát jó borokat adtatok, hamar berúgott, és belekötött abba, hogy túl jók voltak a borok, és túl sokat kapott. Konkrétan elképesztő. Így van, és azért adott, ez volt az egyetlen 3 csillagos review-nk abban az időben, és kértük a céget, hogy hát ez mégiscsak nem kéne, hogy ez a review ez így megmaradjon nekünk a listán, és erre visszaírta a TripAdvisor, hogy hát ők igen, ők elolvasták, de szerintük ez a legjobb review, amit kaphatunk, tehát hogy valaki azért panaszkodik, hogy túl sok és túl jó bort kap, úgyhogy innentől kezdve ők nem érzik úgy, hogy ezt le kéne venni, és hát hál' Istennek azóta azért jött 180. Na de milyen csillagos mentalitású vendég lehet, nem? Aki tényleg ebbe köt bele. Tehát valószínű, neki soha semmi sehol nem túl jó. Túl előzékenyek voltak. Túl rúgásak, túl figyelmesek. Mi kértük elnézést, tudod? A személye a piány, ő túl hamar berúg, és ezért ezt a nyakatokba varja. Igen, na hát ilyen vendégekre gondoltunk pont. Van egy-két őrült, volt, aki meg beírt azon, hogy hát
neki nem volt jó a kaja, és különben is túl nagy volt a dugó az úton kifelé, ezt tudom, amikor tavaly építették az M1-M7-t megötött, és akkor vissza kellett írnunk, hogy hát igen, már mi beszéltünk a városmenedzsmenttel, és hát sürgettük őket, de sajnos. Igen. Nehezebben elintézhető a dolog. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszi, szia. Hello, hello. Szállodában állunk, egyszer jeget kért a szobába egy vendég, pezsgő nélkül, mert azt a Tesco-ból hozta. Nem te voltál, Jani? Nem te voltál? Majd reklamálni kezdett. Ja, te viszed a jeget is, elfelejtettem. Majd reklamálni kezdett, hogy a jég nem volt megfelelő hőmérsékletű. Atya úristen, azért van vastag bőr, nem? Beviszed a tetyós. Nem volt, hogy gondolom, hogy kicsit megolvadt, vagy már csöpögött a jégkocka, tudod? Tehát mert nem volt megfelelő hőmérsékletű a jégkocka. Ez is kis szatyorba beviszed azért a 300 forintos pezsgődet a tetyóból. Nem? Hát elkezdett olvadni. Ennyire. Elkezdett olvadni, mert ők is a tetyóból hozták, gondolták a tetyós pezsgőt, tetyós jégjá. Igen. Azt mondja, hogy csak súgok, írja egy hallgató, a budapesti szállodáknál is megszokott a saját TripAdvisor oldalon való felértékesülés. Egy szállodai szolga. Igen, drága vagy, köszönjük, erről mi beszéltünk a hírek előtt, hogy tudjuk, hogy sőt, én elmondtam, hogy nemzetközi szállodáknak az alkalmazottaknak ki van adva, főleg induló szállodánál, hogy egy napi két hozzászólás, húzzatok bele, add a jó pontokat. Hát ez a legkönnyebb. Hát mindenki írja a saját maga jellemzését, ezt csinálják egyébként. Magyar szállodák, éttermek, külföldi szállodák, hát hülye lennél nem beírni egy jót, ha van egy helyed. Nem? Most mit írja a szállodádról? Tűzfal néz, messze igen, van a tenger, és nagyon rossz a kaja. Hát isteni a kaja, szép a tengerpart, és nagyon illedelmesek, és udvariasak a munkatársak. 20 pozitív komment, és a jövő héten nyitunk? Igen. Igen. Novemberben egy hölgy megkeresett bennünket egy karácsonyi foglalás miatt, mi elküldtük az ajánlatot, ezek után egy nappal a dátum előtt jelezte, hogy elfogadja azt. Természetesen már telt ház volt addigra. A kollégámmal úgy üvöltött, el kellett tartani a kagylót, sírt, hogy ezért kirúgják. Megsajnáltuk, átszerveztünk pár rendezvényt, felhívtuk, majd közölte, hogy csak nem képzeljük, hogy oda jönnek, mert majd beleköpünk a kajájába. Viszont cserébe teleírta az összes fórumot rólunk. Atya úristen. Kedves vendégünk évek óta minden hónapban legalább egyszer eljön a családjával 15 fővel vacsorázni. Minden hónapban 15 fővel, csak jelzem. Eddig egyszer sem fordult elő, hogy minden rendben lett volna. Hideg a leves, kicsi az adag, nyers a szuvidált hús. Múltkor nem ez volt az étlap, nem jó a sör, hideg a bor, nagyon lassúak vagyunk, túl gyorsak vagyunk, hideg van, meleg van. Nincs már kolléga, aki kiszolgálná őket. Eddig a visszajelzés mindig az volt, hogy elmegy. Minden hónapban legalább egyszer 15 fővel. Mekkora rohadék az ilyen, nem? Hogy visszajön. Visszamennél? Hát nem mész vissza. Mondjuk te is visszamész. Négyszer még. Azért mondom, hogy ez, igen, akkor ismerős. Hát ez, akkor azért van ez az ember típus, igen. Hát ha az ötödikre jó lesz. Egy étteremben a brassóira tett teljesen kulturált visszajelzése válaszul, egy trikóban kijött a szakács, belemarkolt az ételbe, ami nem fért a szájába, visszadobta, majd megkérdezte, mi ezzel a baj. Mikey küldte nekünk, ő most a másik oldalról írta. Na csak mondom nektek, hogy beszéltünk a témáról, én most fölmentem hozzánk. Kedves Szobor Sanyi, 3 perce értékelt bennünket egy csillaggal. Mit írt? Semmit. Adott egy csillagot. Te kell neked bemondani a helynevédére. Hát, de ne jó, csak... Hát kell neked a helynevét bemondani. Hát bemondtuk már gondolom, párszor az igen, elmúlt én azt gondolom, hogy ez nem az én szegénységi bizonyítványom. Sanyi, hát most ha nyomott, ez nyomott egy csillagot, semmi nincs hozzáírva, és 3 perccel ezelőtt érkezett. Tehát valószínűleg életében nem járt nálunk, és akkor most ez neki jó pofa. Hát Sanyi, hajrá! Akadjon a torkodon a fácálleves legközelebb. Azt mondja, hogy nálunk a vendég reklamált, hogy túlforró a leves, és kér bele jégkockát. Van, aki megrendeli kiszállításra a pizzát, mivel többnyire erősen ittas, másnap józanul jön bereklamálni. Behozza a maradék egy szeletet, és ordít, hogy ehetetlen volt, kéri vissza az árát. Havonta kétszer eljátsza, fel sem veszük a rendelést. Tél mínusz 15 fok, ülök egy szál pólóban a buszban, amikor az utas még a lépcsőre lépés előtt megkérdezi felháborodva, maguknál ki van adva, hogy ne fűtsenek? Erre mit mondják? Papinok küldte nekünk. Lidlben dolgoztam, ahol egy kedves vásárló kérte egyszer a panaszkönyvet, mert túl hangosan mondja be a hangos bemondó, hogy épp mikor melyik kassa nyit. Az milyen? Kedvenc bejegyzésem a vendégkönyvben, a WC-ben nem volt készülő papír, de hajszárító igen. El kellene dönteni, mi a fontosabb. Na, hát ugye... Atya úr is. Beszéltem. Igen. Házhozszállításunknál a vendég körülbelül 45 perces szállítási időjét, 30 percre kapta meg az ételt, ő ezt roppant volt sérelmezte, és egy csillagot adott, de azóta is természetesen mindig tőlünk rendel. A vendég reklamált, hogy a rántott harcsa ponty volt. Dühömben kivittem neki a szürke harcsa filét egészben. A kedvesre vendég ránéz, és arrogásan közli, hogy ez ponty. Mondtam neki, hogy nem higgy el, ez harcsa. Erről felháborodva kioktatott, hogy az édesapja horgász ne akart olyan őt megvezetni, és kérte a panaszkönyvet. Hát milyen, amikor a pontyot elnézett harcsára, nem? Azért az is nagyon erős.
Azt mondja, egy erdei hotel negatív hozzászólás. 2. Hangosan csicseregtek a madarak. Na, ez old meg. Hát én imádom. De ilyenkor mit kell csinálni? Tehát, hogyha a helyben jelzed, akkor hogy hívják, kimegy a pincér egy sörétessel, és megritkítja a vadállományt, vagy mit tudsz csinálni? Igen. Balatoni háromcsillagos szálloda vendége a nekik szervezett koncert alatt felmegy a szobájába, és a képek alá bekommentel, hogy minden rossz, és senkinek nem ajánlja. Majd visszajön, és jól érzi magát. 2 hét múlva megint ott van. Ilyen. Az mennyire aljas? Szól a koncert neked, táncolsz kicsit, fölmész, bekommentesz, visszajössz, és bulizol tovább. Akkora rohadékok. Nekünk cukráznánk van egy kedves vendégnek, a torták sosem elég krémesek, vagy túl sok a krém benne, a tejszínjabb nem elég magas. Legutóbbi rendelésnél annyit mondott, adok maguknak még egy esélyt. Havonta 2-3 tortát visz évek óta. Jani, hát nem is tudtam, hogy rólad is írnak. Hát most sikertem, nagyon szépen köszönöm. Ez te vagy, basszus, a krém nem elég benne, a tejszínjabb nem elég magas. Rendelésnél annyit mondott, adok maguknak még egy esélyt. Ez te vagy. Mindenki ezt. Ez basszus, hát ez te vagy. És havonta 2-3-szor jelenik meg. Nagyon jó. Van még egy hallgatónk, Marci. Hello, Marci, jó reggelt. Hello, hello, sziasztok. Na, te cukrászdát vezetsz, vagy üzemeltetsz, vagy... Én a séf vagyok. Te vagy a séf. És kaptatok egy csillagot, miért? Kaptunk egy csillagot, azért kaptuk, mert a vendég azt mondta, hogy túl jó a paleo sütemény íze, ezért ő nem hitte, hogy tényleg paleo. Ne, ilyen nincs. De van. Tehát ízlet neki jó volt, és adott egy csillagot. Ízlet, nagyon ízlet neki, és azt mondta, hogy mivel a paleo, amit eddig evett, az mindenhol túl rossz volt, ezért hát nem értékelte túl jóra. Mert azt mondta, hogy szerint ez nem igazi paleo, én kimentem, megmutattam neki, hogy mi a anyaghányad, meg miből dolgozunk, és akkor elhitte. Egy pillanat. Pillanatok, megyek. Csak közben dolgom van. Még egy információ. Azt a mindenét. És nem is lehetett meggyőzni, lebeszélni semmit. Nem. Elképesztő. De igazából utána kijavítottam, miután többször ebbet nálunk, de... Nagyon kíván, azon gondolkozom, hogy ők valószínűleg erre mennek, tehát neki mindegy, hogy mit adsz. Hát, igen, ha nem jó az, ha jó túl az, tehát a rajtatok töltik ki. Köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm, hello. Hello, ciao, hello. Valaki írt még egy SMS-t, azt mondja, hogy most itt valaki, ne szomorkodj, Feri, én is adok egy csillagot, és akkor már lesz kettő. Az már kettő, így is van. Aranyos vagy. Arany tündér. Na jó, van, hát nagyon jó SMS-ek jönnek, köszönjük szépen. Rendeltek egy 32 cm-es pizzát, kiérkezés után felháborodva hívtak fel minket, hogy 0,5 centi mínuszunk van, mert a pizza csak 31,5 cm átmérőjű. Lemérte a pizzát. Azért. Hát én sok mindent viszek magammal, de egy szóstokot soha. Látod, hogy még te is tudsz hova fejlődni? Hát igen, most meg is készítem, ahogy hazaérek. Nem tudom, mennyi a lúdláb és a Rákóczi túró standard magassága, de lesz még belekötni való, ahova mész. Tanulsz te még újat. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Aj, de szép! Na, mi van? És piros-fehér piros-fehér-zöld? Hát, vagy zöld-fehér-piros, hát mit tudja. Ha így nézed, olasz. Jó. Ha így nézed, magyar. Ha így nézed, tegnap is használtad. Imádom az ilyeneket, nem tudom. Különböző meccsa is lehet használni. Mindenre, tudod, az majd az olasz-magyar is tudod, ha tovább jutunk. Nektek? Mi nektek? Van valamitek? Persze. Hajrá, magyarok! Hajrá, Fradi! Hajrá, magyarok! Gyerekek, nagy napra víradt az ország. Hát azért erről beszéljünk, nagy napra víradt az ország, hazánk nemzeti 11-en ma. Bemutatkozik az Európa-bajnoksággal. 40 hány éve? 44. 44. 44 éve nem voltunk, és most az osztrákokkal kezdünk. Atya úristen. Atya úristen. Hát ez nagyon komoly. Ráadásul a sógikkal kezdünk, akik igazán lefeküdhetnének nekünk, mert nekik annyi sikerük volt már itt az utóbbi pár évben, de nekünk szar se volt, semmi nem volt. Ennyi. Érted, csak hasonlítsuk össze két ország GDP-jét. Ennyivel tartoznak nekünk, megnézzük meg a történelmi párhuzamokat, gyökereket. A közös múltat. Minden. Így van. Sokban vannak mi? Hogy? Sokban van nekünk eleve ez az egész monarchiás dolog. Sokban vannak nekünk ők. Meg Hajnaú is sokban van, meg ott nagyon sok minden. Eszünk benne volt is onzonál bohockodni, ezt mégis mi lett. Igen, Hajnaú rémura. Fenyegessük meg őket azzal, hogy munkahelyet teremtünk az összes magyarnak, aki nálunk dolgozik és visszajönnek ide. Azok a mi szülőink, Feri. Ja, de hülye vagyok, tényleg nem jó. Csak ideiglenesen művelik. Nem. Na mindegy, szóval
hogy nagy nap van, ma 6 órakor kezdődik maga a meccs, az pontban 6 óra, vagy 6 órakor még jön a stúdióbeli okoskodás. 6 órakor már meccs van. Nem, az folyamatos lesz a stúdióbeli okoskodás. Tegnap is láttam, megfejtették. Kokóék megfejtettek ott nagyon. Melyiket nézted? Én belenéztem a svéd, azt már nem tudtam nézni, én a svéd, Izland, svéd, nem tudom, kikkel játszottak. Na, csak azt tudom, hogy döntetlen. Egy-egy lett, igen, és vezettek a svédek ellen, és akkor a második fél időben a svédek kiegyenlítettek. Az nem volt egy rossz meccs egyébként, azt úgy belenézem. Az estében már nem, általában nagyon jók voltak az olaszok. Este. Jó, én mondjuk egy ilyen ekkora izén néztem, ilyen, hogy hívek ezt a kézigépet. Junos. Nem, ez a tableten, igen. Vagy mi, mert ugye gondolkodtunk, hogy bemegyünk-e, de ott nem volt olyan jó a fröccs, és akkor mi kimaradtunk, és interneten keresztül jött az adás, tehát az történt, hogy körbe lévő házakban mindenki rendesben, real-time-ban nézte tévéadásban, tehát azt hallottad, hogy akkor tudtad, hogy nálunk egy perc múlva jön az igen, akció. Valami lesz, hogy ki, hogy mit igen. Fog csinálni, nem tudjuk. Nem tudtuk, hogy ki, mert az internetes közvetítés az késik egy percet, és akkor ezen az ekkora izén próbáltunk megnézni, de a stúdió beszélgetés az tényleg ütött. Brilliáns. Ki volt a vendég a stúdióban? Kokon kívül? Ki volt? Szente Vajk volt, és egyébként jó volt, szimpatikus volt, aranyos. Ne dobáld azt a rohadt citromot, meg kivágom az ablakon. Ennyire hozzáérzékeny vagy? Ne fütyögél itt. Doble? Nem vagy te pekingi kacsa, mint a izé. Nekem lámpásra a kezem az Úrpesten. De most mit csinálsz a citi? Hoztam citromot reggel magamnak. Jól tetted. Kicsit átgyúrom, kicsit megpújtom, és akkor utána langyos vízben citromos. Jobban jön a lé belőle? Jobban jön a lé. Egy újabb teória. a sok közül egy újabb teória. Na, szóval, hogy ma nagy nap van, úgyhogy majd mi is adáson keresztül készülünk majd a meccsre. Kielemezzük a válogatottat, a magunk módján beszélünk róluk, készültünk különböző hanganyagokkal. Szóval sok minden szól ma az EB-ről, mert hát egy generáció után a mi generáció megérhette, hogy ott vagyunk az EB-n. És reméljük tovább is jutunk a csapatból. De szép én gondolkodtam rajta, hogy semmit nem értek, de szerintem meg tudjuk csinálni. Persze, biztos, hogy nem. Persze. Miért? Mert nem. Tegnap jött ki egy olyan cikk, hogy az osztrákok papíron verhetők. Tehát a papíron az nekem már elég, aztán ott az van mi torpedóba, vagy mi? Hát ezt nem írta papíron. Le, de hogy papíron úgy néz ki, hogy érted, mi mumusok vagyunk. Megverjük már. Megverjük őket. Na, ennyi, megverjük és őket, akkor kész. Mi van még? Hát a tök mindegy, hívvel jutunk tovább, Angola, vagy mi rúgunk akcióba. Rúgjanak ők maguknak. Nekünk jó az. Igen, három fociguru megszólalt. Igen. Gyerek, jó, persze. Hát, jó. De nem baj, mi ezt szeretjük, és tökre vállaljuk. Hívjuk fel a kedves hallgatót, mondja el, hogy mire számíthatunk most ő, szakértő valószínűleg. Mit tud mondani? Nyerünk. Hallgassuk meg. Mennyire lesz az most objektív, főleg a mi esetünkben. Az olyan biztos nyerünk. Egyébként szerintem nem jutunk tovább. De bízunk benne, tehát most nem szabad negatív dolgokról beszélni, én azt gondolom, hogy nem tudunk tovább jutni. Tehát a portugálok és az osztrákok, valószínűleg jobbak nálunk, egy csoport harmadik hely az még mindig jó lehet. Szerintem Izland ma megfogjuk. Van még Izland, ugye? Izland talán verhető. Érted, Izlandot. Hú. Na. Figyelj, ha ma megfogjuk az osztrákokat, és esetleg kikapunk a portugáloktól, akkor még van esélye a továbbjutásra. Ha te miért kapnál ki a portugáloktól? Kik azok a portugálok? Figyelj, a portugáloktól akkor nem biztos, hogy kikapunk, ha ők már egyértelmű csoport elsők lesznek, és úgy kerülnek velünk össze, hogy nekik már nem kell annyira hajtani, és akkor esetleg mondjuk egy döntetlen be tudunk velük húzni. Tehát itt még nagyon sok mindentől függ. Ha nem kell nekik a három pont, mert csoport elsők, akkor tök mindegy. Van ott valami ismert játékos azoknál? Nincs. Cristiano Ronaldon kívül nincs. Valaki felvisz a farzsebébe egy tükröt, eldobja balra, labdát vezeti jobbra, ezt meg vagyunk. Szerintem merre indul el Cristiano? A csávó egyszer önmagában annyit ér, mint a magyar válogatott 4-szer vagy 5-ször. Az milyen? Túl van árazva. Jó, egy picit túlárazott a piac. A pályája a végén. Túlárazott ez a piac. Leszállóákban van. Ugye nem úgy, mint a mi fiaink, egy Böde, egy Zsuzsi, érted? Van Bödénk? Persze. Igen? Böde Dani példakép. Hát. Böde Dani példakép. Félig ember, félig gép, tudod? Félig ember, félig gép, Böde Dani példakép, így van. Na jó, a lényeg nem is ez, hanem a lényeg, hogy ma készüljünk a meccsre, ma mindenkinek meg kell ezt a meccset nézni, drukkolni kell. Én egyébként utálom a focit, de tényleg, gyűlölöm, semmi közöm a focihoz. Ez olyan, mint a futó homokba, ahogy mozogsz, tudod, és mégiscsak süllyedsz. De most ezt ma megnézem, és ott vagyok, és drukkolok, és hiszek a magyar fociban, és ma én is a nemzeti válogatott tagja vagyok.
vagyok. Meg ma mindenkinek kicsit ez a kötelessége. Hmm. Hát ott vagyunk. Öltözzünk valamit. Öljünk sálat, igen. Nincs igen. Ez a húzótok, ez a piros fehér zöld. Hogy fúj a cél, vagy kesztyűcsava megyünk. Nem, ma ugye megyünk Ferihez meccset nézni, és készüljünk rá. Vigyünk sálat, vigyünk húzellát, ígyünk, mi lehet, taxival jövünk, ígyünk. Vigyünk ennénival. Állatok leölve, szejtánok meggyilkolva, úgyhogy van minden. Nagyon jó, nagyon jó. Italok behűtve. Jöhettek. Figyeljetek, jó lesz ez, én hiszek bennem. Lehet valóban meszt kapni, amit ilyen nemzeti meszt? Biztos, hogy lehet. Nagyon sok helyen lehet. Persze. Igen. De nekünk is van. Csak jelzem, mert kaptunk személyre szólót, aminek a hátára a mi nevünk van rá. Hol van? Én hát nem kaptam. De kaptunk. Van, hát ha nekem van, nektek is van. Nem biztos. Van neked? Nincs. Hol van? Meg is. Nincs. Csak te nem, kaptál. Csak... Meg hát nem kaptunk. Hol van? Hát már nem emlékeztek rá, mindegy. Nem lebolygassuk a múltat, de kaptunk egyébként. Olyan gyorsan, hogy vitted haza egy reklámszatyorba, hogy nem is volt időnk észrevenni. A tiéteket is az avittam. Hát persze, jó lesz valaminek. A Rákóczi feliratú, hogy hívják ott XXXL-es. Nem, kaptunk egy pár évvel ezelőtt nemzeti színű meszt. Saját nével egyébként, mert én sem hiszem, hogy kidobtam, azt hiszem. Igen, Feri meg itt hagyta az asztalon, és most valahol ott van a 3 méter magas, vagy hívják. Mert akkor még nem hittünk benne. Alatt. Tudod, azért dobta ki a Balázs, mert akkor még nem hitt benne, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogy igen, ott vagyunk. Igen, ezt kidobtam. Nekem megvan, benne van a pólóverklibe valahol. Még nem jutottam le oda. Pólóverkli, mennek körbe. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Én nagyon kíváncsi vagyok. Ezt ma nem lehet. Ma nem lehet egyszer más program, mint hogy ezt a meccset. Ez meg nem? Lesz. Ezt ma meg be kell húznunk. Drukkolni kell nekik, ők ezt így van. Azért megérdemlik, ez egy nagy dolog. Mi szívtuk eleget a vérüket, de most ott kell állnunk a hátuk mögött, és egyszer mentális segítséget nyújtani a válogatottnak. Nincs más feladatunk. Így van. Belehajszoljuk őket a győzelembe, vagy a döntetlenbe, vagy a bármibe. Vállalható vereség. Nem, győzelem. Ja, igen. Vagy igen. Halál. Nincs már, így van. Győzelem, vagy halál. Ezt is meg. Inkább győzelem. De ha csókolom, akkor inkább győzelem, ha lehet. Kérem szépen. Ennyi. János Homori osztrák határnál 2 kilométeres a sor. Valószínűleg ellenőriznek a rendőrök. Nem ellenőriznek, megpróbálnak minket összezavarni. Megpróbálnak most így vegzálni bennünket, hogy a határ másik oldalán. Elindult a frocilizás. Érzik a vesztüket, és már előre törlesztették. Már csak ez a fegyverük van. Menekülnek a gyávák. Na, mit hoztam nektek? Képzeljétek el. Na, lét. Na, mit? Mit küldött nekünk Gyugyi? Gyugyi? Nem mondanám, hogy ő küld. Maga Gyugyi? Maga Gyugyák Balázs, így van, egy nagy taps Balázsnak. Hiányoltátok a magyar mezeket. A de magyar mezeket. Most hallotta, hogy nincs mezünk, és most reggel. Nem, ez még beküldt. Egy Feridek. Na ez az! Köszönöm, kár, hogy esses. Így van. És három de darab. Rendes. Három darab. Te hanyas vagy? Hetes. Nem tudom, de bocskorol ráér. Ja. Hanyas vagy, te disznó. Emlékeztek erre? Figyelj, az enyém... Nem ez a lényeg, nem ez a lényeg, hogy hányas. Csak mondta, hogy emmes. Nem mondta, hogy de rossz, hogy emmes. Azt mondta, hogy emmes. Az a lényeg, hogy van magyar mezünk. A Gyugyi küldött nekünk magyar mezt. Úgyhogy Balázs, köszönjük szépen, hogy hallasz bennünket. Adjátok át neki, hogy megérkezett, megköszöntük, csokoltatjuk. Most fújt egyet a szállodájában, csak akkor nyugodtan lépek pályára, hogy megkapták a fiúk. Én a szerintem ezek az üzenetek egyébként fura módon, de eljutnak biztos, hozzájuk. Hogy megy, persze. Tehát az eljutnak hozzájuk, hogy ma a Feriék neked drukkolnak, hogy megjött a mez, hogy a Bariék örültek neki, hogy ez egész Morning Show és a Klassz FM veletek van. Szavarjuk ezt az ellenfelet. 3 Gyugyák a pályán. De tényleg, én is Gyugyák leszek. Mindegyik Gyugyák mez. Juli, csinálj egy-két fotót. Csinálj, ez jó, csináljál az Instára, meg a Facebookra, mindenhova. Kényeztessük el őket. Na, azt mondja, 6 órai meccsnek az ifjuk nézi a kommentátora. Jó az nekünk? Nem. Jól közvetít az ifjuk nézi meccset? Biztos, de nem. Mert a bringában például nagyon, én nagyon bírtam a Tour de France-ot, mikor jó az neki, mert foglalkoztatott. Ja, Istenem. Akkor? Hát én azért Hajdúbének azért. Hajdúbének, Gundinak örültem volna. A Gundi nagyon... azt este van, a Gundi az esti meccseket közvetíti. Igen, meg ő ott maradt valahol, azt hiszem. Ott ragadt ő is Bordóban. Bordóban? Megpróbált átöltözni, de nem engedték, és Bordóban maradt. Úgyhogy nem tudta kivárni, amíg lecseng az a havi. Mi van a nyukáddal? Édesanyád is jön. Hogy mama. Hozd már el este a mamát. Hozd el a mamát, adunk neki enni. Megetetjük, megitatjuk? Persze. Hallgat szerintem már mindjárt. Kezeit csokolom. Jó, jövök. Végre. Ennek ma, akkor nem kell sorbálni a kismásoknak.
Mama, ma gyere el a melegétel osztásról, akkor lesz meleg. Lesz melegétel. Vagy viszünk valamit. Na, drága hallgatók, üzenjetek ti is a válogatottnak, küldjetek el SMS-be, hogy mit üzentek a fiúknak, mert tudom, hogy van náluk egyébként mobiltelefon, hallgatni nem tudnak bennünket, de az üzeneteink eljutnak. Az üzeneteink eljutnak, úgyhogy jöhetnek az SMS-ek. Tök felhasztal ezt a Zsuzsinak egyébként, hogy minden meccs előtt ő jelent. Hisz ő a hetes! Ezt például tegnap tudtam meg a focival kapcsolatosan, hogy ez a messz szám, ez régen jelentette azt, hogy te milyen pozícióban focizol. Nem tudtam. Esküszöm. Jézus, hát tegnap mondom, este fröccsöztünk. Azért ti nagyon alulról kezditek ezt a dolgot. Nekem semmi közül. Ez nem messz szám, Feri, a stork minden meccs előtt végén, és kipipálja őket. Csuták, megvan? És ez igen, ha hetest oldalt fordítod, akkor igazad van, ez pipa. Egy fordított pipa, mert balkezes, ugye azért van. Hát mit tudtam én, ezt tegnap mondták a srácok, Willivel kint fröccsöztünk, meg ugye Robival néztük ezt a kis tévét, interneten keresztül, én semmit nem láttam az egészből, és akkor ott meséltek ilyeneket, hogy képzeld el, Feri, mondták így, hogy az, hogy milyen a számod, az mondta, hogy te a pályán hát, hogy jól játszol, középen játszol oda, igen. Tehát hátul játszol, csatár vagy, szélső vagy, hátvéd vagy, középpályás vagy, persze. Ja, ennyi minden nem mondtak, ennyi pozíció, de akkor most már azt is tudom, hogy ilyenek is vannak. Aztán van, aki viszi tovább a saját mezét, tudod? Már van ilyen, hogy de abszolút. Hajdú B lesz a kommentátor. Nagyon szeretjük. Nagyon szeretjük. Hát már a PS játékban is ugye Faragolics és Hajdú B kommentálásával játszottunk mi rommá magunkat még a FIFA 07-en. Jelzi a FIFA 07, hogy akkor még nem volt gyerek, ugye. FIFA 08-09 már vége, soha többet nem fogtam a kezembe játékkonzolt. Ott FIFA 07-et letettem, megszületett a Benics kéz. Elfejtettük a PlayStation. Na, csak egy kis ráhangolódás, jó? Egy kis jó. Ráhangolódás. Kigyűjtöttünk egy-két hanganyagot, csak hogy mindenki tűzbe jöjjön és átérezze a mai meccs fontosságát. De előtte azonban egy-két statisztikai adattal fárasztanának benneteket, ha megengeditek. Figyelj! Mert hogy készültem. Készültem adatokkal, és nem tudom, mit vagyunk ennyire becsokizva az osztrákoktól, mert hogy összesen eddig állítólagosan 136-szor találkoztunk egmással. Igen. 136? Nem, hogy játszottunk ennyit? 136-szor? Hogy találkoztattunk egymással? A magyarok 66-szor, az osztrákok 40-szer győztek, emellett 30 döntetlenünk van, tehát jobb a mérleg. Ez az! Jobb a mérleg. Csírák. 297 gólt lőttünk az osztrákoknak eddig, míg egyébként az ellenfél 252 gólt lőtt nekünk, tehát 3 miről gólt, beszél? Ha ma lövünk, akkor megvan a 300. gólt. Ennek azért fussál egy szemben a logika. 297 igen? gólt lőttünk eddig az osztrákoknak. Igen. 252-t lőttek ők nekünk. Igen. Tehát úgy jól mondtam, ha még lövünk 3-at, akkor megvan a 300. gólt az osztrákok ellen. Elég, ha 1-0, és akkor jók vagyunk. Hát, kerek szám, jó, de hát... Legutóbb 2006-ban találkoztunk egymással, augusztus 16-án Grácsban, akkor a magyarok 2-1-re győztek. Ráadásul otthon vertük meg őket. Az első félidőben Gerazoli, aki egyébként most is kint van, ugye? Valamint Horváth András talált be, majd egy nyomorúságos szépítő gól a 76. percben. Hát egy nyomorúságos... Egy kis alamizsnát adtunk meg. Szászer, Kujic, Hassent, Lötyen, Lóler, véletlenül begurult. Na Istenem! Hátra szóltak erre, hogy ezt engedd már, mert ne higgyenek. Igen, már ne menjenek 2-0-án. Tehát a faluból. Tehát a mai este esélyesei a magyarok! Hajjá, magyarok! Hajjá! Mocskos Ausztria! Már ne menjünk el ebbe. Ezzel a normális szurkolást tudod átcsúszni a huligános, kicsit ultrás, nagyon-nagyon béközépes szurkolásba. Nem, egyszerűen ezt ma megérdemli. Aki ma nem szurkol, az nem, az egyszer nem igazi magyar. Mindegy, mi se szeretjük a focit. Mi se néztünk eddig nagyon focit. Én egy buta sportnak tartom a focit. De ma... De komolyan mondom, ma ott a helye a 10 millió magyar embernek. A 6 órakor a tévéképernyője előtt. Nincs más. Mikor voltunk utoljára EB-n? Nézzük meg, hogy mi történt akkor. Jól számolok én, hogy talán 1972? Vagy mikor volt az utolsó EB-nk, amikor kim voltunk? Hát ha 44 éve, akkor az. Igen. 44? Mondja, hát mindenki ezt mondja a 44 igen? évet. Az 72. Itt vannak Balázs valahol a jegyzeteim. Ez 72. Egész este ezeket írt. 72. Tudtátok, hogy 72-ben egyébként hol végeztünk az EB-n? Várjál, csak azt mondom, negyedik hely. Bronzérem! Még 72-ben ez... Gondolj bele, hogy... Majdnem befejeztem egy Brockhausert.
Tehát 1972-ben, egyébként ezt keveset tudják, bronzéremmel végeztük. Ez nem rossz. Nagy dolog. Igen. És hol voltak akkor az osztrákok? Hol? Hol? De állat bőrökbe tekerve az Alpokban kolbászoltak kecskék után. Vagy megették, vagy bőrnadrágban. Nyilván. Figyeljetek, 1972. Azért időzzünk el itt egy pillanatra, hogy mi volt 1972-ben. Hát, én ott totyogtam kakás pelúsba. Te már totyogtál kakás pelúsba. A tévé az körülbelül egy Junos tévé volt, amin nézhettük. Fekete-fehér Junos tévén néztünk utoljára magyarokat Európa bajnokságon. Ugye VB-n nem, mert VB-re még ugye később kijutottunk, ugye 86-ban. Én már akkor szurkoltam, illetve nem én, de a család igen. Akkor szívtam magamban a szurkolásnak tényleg az Alfát, meg az Omegáját, mert apám ott ült a Victoria tévén kellett, és üvöltött, hogy az anyád... volt les. Na nézzük, csak hogy mik történtek. 72. Richard Nixon pekingi útjával kezdetét veszi az enyhülés Kína-Amerika kapcsolatában. Ilyen régen voltunk. Ha nem magyarul! Ilyen régen voltunk. Atya úristen. Hogy tulajdonképpen mit tudod, Kovács Kati nemzetközi fesztivált nyert Dresdában és Írországban. Oh, látod ott is, nézd meg, hogy nem csak a fociban voltunk jók, hanem a kajakba is. Az is. Megjelenik az Illés együttes Add a kezed című albumát, illetve a Lokomotív GT Ringasd el magad című nagylemeze. Sirius Tolcsvai trió szintén nagyon hasít 1972-ben. Apollo 19 holdútja. Érzitek, hogy ekkor voltunk utoljára. Igen. A holdút és mi? Megkezdődik. Az. Nagy dolgok. Megkezdődik a BMW 5-ös sorozatának gyártása. Fittipaldi nyeri a Forma 1-es világbajnokságot. Szóval azért ezek elképesztő dolgok, gyerekek. Nem ma volt. Ezért ez nem ma volt. 1972 a televízióban táncdalfesztivál, a nyertes Kovács Kacsi... Kovács Kacsi. Nem is vették, ő egy titkos versenyző volt 72-ben, oda jön. Azóta már visszavonult. Kovács Kati öccse, egy rejtett elcsék, Kovács Kacsi. És utána volt az nem váltó műtét, azóta ismerjük Kovács Kati. Így van. Igazából Kovács Kacsi adta elő az Add már uram az esőt, csak aztán Kovács Kati egy családi karácsony után lenyúlta tőle ezt a dal. Szóval, hogy ezek történtek, de gondoljatok bele, hát ez elképesztő. Zseniális. Elképesztő. Na, egy kis hangulatban hozás, így kommentátorilag jöhet? Persze. Hogy ne jöhetne már? De valami régi szép meccset akarsz mutatni? Egy régi szép meccset, kigyűjtöttük a magyarok összes olyan gólját, ami fontos volt, nagy gólorőm volt, és kijutottunk ezen gólokkal az Európa-bajnokságra. Csak hogy kicsit hangulatban jöjjünk. Ja, már benne van a Jani. Na, hallgassuk akkor ezeket, jó? És azért a legfontosabb ilyenkor, miért hogy a csapat lelke, az önbizalom az rendben legyen. Mert nincs felhangosítva. Nem volt magyar játékos, Stiverlő! Stiber 81. Be! Kicsúszott a kapus kezéből, és megadja! Megadja! Kicsúszott a labda! Gundi! Gundi! Kádár! Ott a fejes, és ott az egyenlítő gól! A pártalan éppen! Egy-egy gát, Böde! Böde csele, Böde még mindig Böde lövés! Gól! Ödének magas, Lovrencsicsnek jó lehet, és ott az egyenlítés! Na ez most már tényleg bent van! Lovrencsics a gólszerző! Lovrencsics a helyzet, gól! Megszerzi a vezetést a magyar válogatott az 54. percben. Német Krisztián pofozza be a labdát a hosszú oldalon. Kicsit nagyobb lendületet várunk. Tovább teszi ott a gólhelyzet, és belövi Német Krisztián. Ezek már egy városok mindig van. 3-2, így is. 3-2, ma majd Kleinheisler lő. Gól! Ott van! Az Olyansz megszerzi a vezetést. Priskin még. Jönnek ketten is segíteni. Priskin lő. Gól! Mi sod a gól? Na ez az elfulló. Mi sod a gól? Böde csúsztat. Gól! Szép volt, fiú!
Gyuri! Eddig nem nyertünk? Na, hát ezek voltak. Ezek voltak. Lovrencsics nem játszik, ma az a baj. Ja. Pedig itt milyen ezek szép volt. Voltak a legfontosabb, ezek voltak a legfontosabb. A legfontosabb gólok, az utolsók egyébként pont itt a bejutási szakaszban. Az ülői úton, így van. Ezek voltak a legfontosabb. A legfontosabb. Én már kifáradtam. Mi lesz este? Megáll a szívem. Atya úristen. Óriási a kezé. Jó, egyébként ezeket jó ezeket. Hajdubé. Micsoda? Micsoda őrült csapat. De tényleg, szóval, hogy ezeket jó meghallgatni, mert így hátha még egy kicsit tudjuk tüzelni a válogatottal. Nem vagyunk kíváncsiak most olyan esemesekre, srácok, csak holnap nehogy sírjatok, nehogy 0-6 legyen. Ez nem jó, ez nem szabad. Várjál, ez lehet, hogy az osztrákoknak ment. Ja. Igen, ezek a selejtezőben lőtt gólok írja valaki. Nem, tök mindegy, egyébként nem, mert a végén már a Hajdubé bemondja, hogy kint vagyunk az erdén, azok már, amik itt lőttünk az ülői úton. Na, hát... Hát nagyjából ezeket tudtuk így összeszedni, csak hogy mindenki egy picit hangulatba jöjjön. De vannak régebbi anyagaink is, egyébként. Amikor még nagyon ment. Már most is jó megy, de volt időszak, amikor azért erősebbek voltunk. Van például egy régi filmhíradó Magyarországon, Ausztriából. Meghallgatjuk? Hát hogy régi anyaggal vigyázzunk, mert a Wall Street farkasába is azért beütött keményen a régi cucc. De az lúd volt. az azért egy picit más volt. Na, csak hogy mutasz, figyelj. Egy ilyet. Hallgassunk bele. Ez MLS TV 1966. És most újra a Népstadionban kezdődik a 111. magyar osztrák. Világrekord ez az országok közötti mérkőzések történetében. Zuhog az eső, kellemetlen az idő, a közönség mégis kitart. Időzik, remek játékot láthat. Most is, Matesz teszi előre a labdát, Albert a karmester. Egy testellel két osztrákot ráz le, jobbra küldi a labdát, Molnár egyből átvágja. Rákosi érkezik, Farkas lő, gól! 1-0 Magyarország csapata javára. Később azonban rákapcsoltak a fehér inges osztrákok, és kiderült, hogy Edith Krüger ezúttal kitűnő csapatot küldött Budapestre. Veszélyes lövés, Gerei azonban bravúrral a léc fölé nyomja a labdát. A második fél időben is látunk jó néhány szép magyar támadást, benne lövés levágódik. Farkasi a labda, lövés, gól! 2-0! Jött a gól, mert borotva élen táncolt a helyzet, annyit támadtak az osztrákok, és még mindig nem adják föl. Hirschfeld teszi előre a labdát, lövő, Párics küldi befelé a labdát, először elcsúszik Gelei mellett, lövő is elvéti, Sajer 100%-os gólhelyzetben lő, mellé! Ez bizony nagy-nagy helyzet volt. Albert vezeti a magyar ellentámadást, szólója végén, jobbra gurítja le a labdát, Farkas egyből kivágja jobbra, Bene elrobog az alapon alig, onnan élesen belő, Farkasnak jól jön a labda, balla, lő és gól! Mester hármasával, 3-0 Magyarország csapat a javára. Az utolsó percben járunk. Gondolom, teltházas nélkül. Lövő, Gelei véd, Sajer újra nő, Gelei másodszor is véd, és aztán felszabadítunk. Mindenhol Orion TV reklámok, Orion TV reklámok. Na, hát ez volt, 1960, nincs messze attól, amikor utoljára voltunk EB-n. Aha. Tehát nincs messze, nincs messze az utolsó EB-től tulajdonképpen. Viszont, hogy kevesen emlékeznek már ezekre a pillanatokra, de néhányan biztos felugrottak. De jó egy kicsit megnézni. Na, azt mondja, hogy meghallgatunk még egy nagy klasszikust? Persze, jöhet. Csak hogy még jobban? Rápörögjünk. Mi az? Az egerszegi kérés. Szalaegerszeg, Manchester United. Megvan? Nyomorult be kell. Egy olyan sírt, mi? Talajra. Persze, szorított az alsó gatya, mi? Ennyi. Zalaegerszeg, Manchester United. 1-0. 1-0, a 91. percben. Hát mi volt az? Egy csoda. Hazaküldtük őket is. Bizony. Akkor az osztrákokat, ha ezeket meg tudtuk verni, akkor az osztrákokat csak meggyírjuk, ma osztrákok, nem? Kik azok az osztrákok? Vicces. Kifingatjuk a labancokat. Schutner, Hintereggel, Prödl, Mária,
Terézia. Júzom. Ferenc. József. Na jól van. Szóval hát tényleg, nincs más dolgunk, mint drukkolni. Jó? 7:30 pontosan, nem sokára fölhívunk valakit. Jaj, azt láttátok tegnap, mit csináltak a magyar riporterrel? Mit csináltak? Az írek, láttátok? Ugye egy-egy lett a svédek elleni meccs, és igen? Az írek baromira örültek. És bejelentkezett egy fiú, ugye a meccs után, hogy elmondja, hogy mi volt, hogy a fél időben. Körbevette egy 6 fős ír csapat, hát nem irigyeltem, de ember legyen a talpán, aki végigmondja. A fejére húzták a mest, sapkát adtak rá, a vállukra ültették, a hónal és ültették, a fejét is próbálta mondani, dobálták hátulról, nem látott semmit, írmeszt húztak rá, töltöttették, a vállukon vitték, és a csávó csak mondta, rendíthetetlenül olyan volt, mint az ólomkatona. De le volt halkítva a gép, és keresjük a távirányítót, mert üvöltöttem, hogy adj rá hangot, végig mondja a komfort, tudod, erre voltam kíváncsi, nem hallottuk, de nagyon, ő nagyon kapott. És nem vették el a képet. Két percen keresztül molesztálták. Hát amíg megy a duma, addig ugye? Ne. Addig adod. Egy igazi kőprofi. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Hop-hop. Ezt elfogyott a haj, igen, a végén. Fáj a torkom, nem tudom, még túl erősen fújt. Na, 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Hát mivel készültünk még? Mert még mindig nincs vége a visszatekintésnek, csak hogy mindenki hangulatba jöjjön. Ezt üzenjük a labancoknak. Ugye emlékeztek még erre? Azt tudjátok, hogy mi ez. Ez a Max. Aj, de jó volt ez. Semmi. És ott is emlékeztek, hogy hogy jártak a labancok, ugye? Ugye? Meddig üldöztünk benneteket? Jó kis tenkes kapitánya. Egyszerűen zseniális. Hogy vágtad az alapot? Zenteferi bácsival? Hogy lovagolt Zenteferi bácsi? Hogy tudott lovagolni? Így van, hát csak egy kis multidézés. Multidézés, minden ami hozzánk kapcsolódik. Egy jó kis sorozat volt egyébként. Fekete-fehér volt, még emlékeztek? Amit tevénkkel minden fekete-fehér volt. Igen, ezt gyerekként egyébként imádtam. Egy jó ilyen rigmust kéne valakinek írni. Ráj, Hungaráj! Ja? Ja. Egyen hosszabbra. Figyelj, megszavazták az EB szlogeneket, és egyébként szeretik a magyar ezt szlogen. Te érted, nem szeretik a legjobb szlogen. A legjobb szlogen lett, volt egy szavazás. Riri Hungarit. Riri Hungari, vagy Ráj, Hungaráj, nem tudom, de... Ráj, Hungaráj. Igen. Na, nagyon sok újságíró van kint a helyszínen, ugye, az Európa-bajnokságon, úgyhogy fölhívunk egyet közülük, a Nemzeti Sport online újságíróját, Karcsit, aki kint van, együtt mozog a magyar válogatottal, ott volt az edzésen, és tud nekünk egy picit beszélni a kinti állapotokról, és arról, hogy mi a helyzet Franciaországban. Már itt is van velünk Pór Károly. Hello, Karcsi, jó reggel! Ciao, hello! Jó reggel! Hello! Na, ott vagy tényleg a magyar válogatott környékén? Igen, a szállásunk az a stadiontól durván egy órára van, de voltunk tegnap az edzésen, illetve már múlt héten megérkeztünk, és akkor is végigkövettük a válogatottnak az útját, az edzéseit, sajtóeseményeit. Na, milyen kint a hangulat, mi mennyibe kerül? Hányan vannak egy szobában? Így van. Ki van a felső ágyon? Ki van az alsón? Tényleg milyen a szállásuk? Nagyon durva, láttunk képeket, az elképesztő. A bordói szállást azt nem láttuk, a franciaországi, a Dél-Franciaországban mi van szállásuk Tourette-be, ott voltunk bent is. Hát igen, az lehet mondani, hogy felső kategóriás, de szerintem ez a többi csapatnál is így van. Hát persze, de ezt nem úgy kérdeztük nekünk, mert sőt, hogy ők aludjanak a legjobb osztályt ezeknek a fiúknak. Most megérdemlik, hát lakjanak jó helyen, persze, hát figyelj, mindenki megérdemli, aki kijut, abszolút. Drága, most kint az élet egyébként, megemelték pofátlanul a franciák az árak?
árakat, sör, taxi? Szerintem nem, szerintem áremelésről nem beszélhetünk. Érdekes különbség van, hogy Dél-Franciaországban, ott Nizza környékén több szupermarketet és több olyan boltot is találtunk, ahol nem beszélhetünk olyan óriási különbségekről. Itt Bordóban azért már más a helyzet. Pizza például 13 euró, aztán a sör a szurkolói zónában és a stadionban 6,5 euró, 3,5 euróért adnak fél liter üdítőt. Nem drágább, mint a Hungaroring. Egyébként Kimészaringre, igen, 3000 a hotdog, tehát hogy... Igen, tehát... Annyira nem túlzás. Hát tehát Magyarországon is találni olyan helyeket, ahol nagyjából hasonló áron mérik a dolgokat. Elmész egy aréna koncertre, és 600 forint egy ásvány. A gyerekek Franciaországban egyébként is határoló a sör, vagy mondjuk oké, 5-30, tehát hogyan sokat nem emeltek rajta, tehát azért nem olcsó hely. Igen. Milyen meccsen voltál benn? Mire sikerült bejutni? Eddig Velsz-szlovák meccsen voltam. Hát ott a velszi szurkolók példaértékű, amit művelnek, illetve amit az itt létük alatt, mert úton útmélen Velsziekben lehetett botlani az elmúlt 2-3 napban, és tényleg... Az döntetlen lett, ugye? Egy-egy, nem? Nem, nyertek a Velsziek. Mi nyertek a Velsziek? Aha, igen. És beszélgettem is velszi szurkolókkal, és mondták is, hogy hát nekik igazából egy számít, hogy illetve kettő, hogy jó söröket igyenek, és győzzen a csapat. és tényleg a nyitó meccs után nagyon jó volt látni, ugye azt a franciák és a románok játszották, de a szurkolói zónában már ott voltak a velsziek is, és az ő vezérletükkel 4-5 különböző nemzet tagjai összelelkezve énekeltek és ugráltak órákon keresztül. Ez tényleg jó volt látni, hogy a futball ennyire képes összehozni. Magyar szurkolók ott vannak, megérkeztek, kint vannak. Volt egy kis akadály. Egy kis fennakadás, azt hallotta, hogy megállítottak benneket a rendőrök. Folyamatosan érkeznek, igen, Olaszországban megállítottak buszokat, de egy busz már ideért, és a többiek is jönnek, és folyamatosan érkeznek a magyar drukkerek. Na, hát ez jó. Ez de jó hallani. Jól van. És akkor mész ma a meccsre, tehát ott leszel? Persze, igen. Hát most így követjük itt a délelőtti történéseket, szurkolókkal felveszük a kapcsolatot, mozgásukat, illetve hát majd megyünk a stadionba. Uh-huh. Ja, váladon viszed a játékosokat. A srácok hogy mozogtak a legutóbbi edzésen? Igen, kitűnt fáradtnak. Sérülésekkel folytatjuk, igen. Ki milyen edzésmunkát végzett, mit van a lelkesek? Bem kapitány, hogy harapják a vasat? Kétszer kérnek a Vandaltból. Ami jó hír, hogy Kádár Tamás, aki ugye alapembere a védelmünknek, ő részt vett a tegnapi edzésen. Ebből azt... Igen, ő bokasérülés szenvedett, ha jól tudom. Azt lehet levonni talán, hogy rendben lesz. Kifordult a bokája még a Bordóba utazás előtti edzésen, de talán ő rendben lesz. Lovrencsics Gergő sérülése tűnik súlyosabbnak, ő biztos, hogy kiadja a mai meccset, de még az is kérdés, hogy a tornán mennyit tud vállalni, hogy esetleg lesz-e szükség cserére, most meg az első meccs előtt lenne erre lehetőség. Meglátjuk, hát reméljük, hogy... Szegény, ez milyen, hogy eljut idáig, felépül. Tényleg 44 év után a magyar csapat a válogatott, ott vagyis lesérül edzésen, szegény. És az utolsó edzésen tulajdonképpen az elutazás előtti, mielőtt Bordóba jöttek volna az utolsó edzésen. Ez tényleg elég nagy pek. Ja. Nem jó. Nem jó hír ez. Nem jó, ez semmilyen negatív hír, nem jó hír. Nem jó, nem jó nekünk. Na, de legalább akkor tudjuk, hogy a Kádár az játszik. Tehát ő ma pályára lép. Igen, abban bízhatunk, igen. Ez jó. A kapitány megtanította már németül anyázni a srácokat? Igen. Hát a Gábortól is tudnak tanulni, a Király Gábortól, meg ja, hát lát, azért persze. Még vannak ott páran, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz. Gyerekek, Király Gabi a rangidős, ha pályára lép, a akkor... A legnagyobb. Igen, ugye, ha pályára lép, akkor a legidősebb. Igen, legidősebb. Igen, az elég történetében. Igen. Az hogy lehet, hogy még mindig szenzáció a Király Gabinak a melegítő nadrágja? Szeretik. Ennyi év után. Hát ez jó kérdés, meg a Gabinak a személyisége is. Tegnap az osztrákok is a sajtótájékoztatón királyról kérdezték a többieket, és Gyurgyák Balázs mondta, hogy hát büszke vagyok rá, hogy a csapattársa lehetek, meg a csapattársam lehet, mert tényleg Gábor egy olyan korszakos egyéniség,
hogy én még emlékszem gyerekként rá, és még mindig véd, tehát egészen fantasztikus. A Király Gabi merchandisingot el tudom. Ennyi, az is koszos melegítő, koszos melegítő, füves melegítő, ja. Füves koszos melegítő, igen, sáros melegítő. De az az érdekes egyébként, hogy több kapus is védett régebben Matko alsóba, amit talán neki ilyen kuriózummá tette ezt, hogy ő mindig a szürkébe védett, és akkor ezzel azonosították, de maga az, hogy Matko alsóban véd kapus, az régebben is előfordult, csak valahogy ez a szürke Matko alsó, ez vált ilyen legendásra. Legendásra, igen. Jól van. Oké, hát Karcsi, jó mulatást akkor nektek, jó drukkolást, és este nézzük. Jó? Köszönjük. Köszönjük. Hajrá, Magyarok! Hajrá, Magyarok! Hop, 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 hop! Hop, hop, hop! De ez már az osztrák volt. Ez mi volt? Ez mi, ennek mi a neve? Vuvuzella. Nem, az a hosszú volt, ez előtte volt. Ez a rövid vuvuzella. Rövid vuvuzella, amit oldalt fújsz. Ez a úgynevezett kurtozella. Viszintesen tartod a szárba, és oldalt fújod. Egy ilyen kis látcső alakú valamit fújsz meg, és akkor rezek benne, nem tudom mi a neve. Na mindegy. Aki még nem látott, ez fél óráig csak nézegeti. Tudod, mit kell vele csinálni. Nem távolít, nem távcső, mi lehet. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Elverjük a labancot, mint szódás a lovát, mert fociban mi uraljuk szép Európát. Győzni is csak mi tudunk, mert miénk itt az ész, és a szívünk a nemzeté. Aha. Pali Isten, Benstor Gép, Magyarország színre lép. Ma csak a fiú kedvéért fogom felvenni a piros kabalabugyim. Hajrá, magyarok, hajrá, srácok, Andi küldte nekünk. Ma én is felveszem a piros kabalabugyim. Ezt nagyon várom, kis. Meg már végre leveszem és kimosom. nagyon bevág a kis tanga. Na, jöhet egy újabb hangulatfokozó elem. Ugye ma már bejátszottuk Kunticsot, Kopurovicsot, Zalaegerszeg, Manchester United-et. Volt visszatekintés ugye a nagy gólokba, és hogy jutottunk az EB-re. De jön akkor valami igazán klasszikus. A mi gólöröm játékunk. Hát, ha ez hoz hangulatba valakit, megmutatjuk keddet, szerdát és pénteket, ugye, csak hogy tud drukkolni a magyar? Hogy mire vagyunk mi képesek? Jó, jöjjön akkor először a keddi játékosunk a gólöröm játékban. Hát ugye, híres lett, imádjuk, szeretjük, ő is nagyon tudod drukkolni, így drukkol a magyar íme. Hajrá! Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja Rissónak, Rissó visszapassza Neymarnak, aztán ismét Messi, és végül Rissó elé kerül a labda bal oldalról, és egy éles, helyes labdát lő. Gól! Így drukkolt Ági. Mutatjuk a csütörtöki játékosainkat. Isten, hogy... mi lesz ma este Áginál, azt képzeld. Ó, hát ma nagy gólöröm lesz, így van. Mutatjuk akkor a csütörtöki játékosainkat, a két rendőrt, aki reméljük még mindig az, és nem bántották őket. Egyébként van egy kis humorérzék a rendőrségnek, mutatjuk. Jó estét kívánok, jó drukkolás. Talának a csapatot, elkezdődik a mérkőzés. Messzú, sajnos, ha nem játszottál, sérül, de itt van helyette Messi, aki gyönyörű labdaelvételt követően indítja Neymart. Két védőt kicselez Neymart, tőle 16-oson belül. Majd Messi a gurít, aki kapásból rárugva a labdát. Atya ég, mekkora gól, hihetetlen, hatalmas bomba. Őrjön a tömeg, a turkolósereg tapsó, Messi nevét kiabálják. Hihetetlen ez a fiú, hihetetlen ez a fiú. Alig kezdődött fel, mert már is vezet egy úrra a csapat. Igen, Siréna! Nagyon jók voltak. Kollega félreértett a feladatot. Szerintem megvagyunk. Úristen, sírok. Na, ők voltak ugye, és hát, hogy milyen drukkereink vannak, akik reméljük ma újra a tévé előtt ülnek. A pénteki gólöröm játékosunkat, Zsoltot is megmutatjuk, hogy drukkol a magyar. Kérem szépen, nagyon izgalmas a mérkőzés. Neymar kiteszi szélre, bal oldalra, egy hozzá hatalmas közre. Micsoda középre hajás, ott jön Messi egy esernyőt jelen, egy jobb, egy olló, és olló! Olló, az gól! Ott a gól! Messi, gol, 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 gol
Impresionante, impresionante! Golazzo! Undo tres Barcelona de campione! Ez zseni volt. Ő volt Zsolt, ugye, és ő meg is nyerte egyébként ezt a játékot. Hát van, tud azért a magyar is gólörömet produkálni igazából. Zsoltot lehet, hogy még fölhívjuk majd, ha elérjük, hogy játsszál nekünk a spanyol kommentátort, úgy, hogy behelyettesíti a magyar játékosok nevét, és ne csak Messit tudósítsa, hanem egy magyar gólt spanyol kommentátorként. A spanyolok imádnak minket, imádják a magyar labdarúgókat, Balát, Puskásra. Hát most nem szurkolhatnak az osztrákoknak ma is. Hát nem, a spanyolok, nem, nekünk. Azért. Nekünk kell hogy szurkoljanak. Na, ki milyen eredményt mond, mikor jön az első gól? Nem, mert egy kicsi fogadás, egy kicsi tipp, valami, hát ha... nincs ma, nem vagytok ma fogadott kedvetekben? 2-0-ra megyünk. 2-1, de nekünk. 2-1. Hát most más nem nagyon mondhatunk, igen. Most, ha nyerünk, akkor hogy nyerünk? Jani, mit nagyon mondasz? Nagyon. Most nem mondhatunk mást. Tehát 2-1, Feri azt mondja. Az első fél időben lesz 1-1, és a második fél időben még bevarunk egyet. A proféta. Én ezt így mondom. A proféta legyen veled. Gyugyi este odaver, sírni fog ma Österreich! Jézus, Úristen. Jó. Én egész este ilyeneket fog. 6-tól én a meccs alatt, amíg nézzük, én nem csak biztos, ezeket. Hogy tudok menni. Csak ilyeneket nyomjunk. Gerda Zoli cserepadon imádkozik se ide nagyon. Így van, Zúga traktor szánt az eke osztrákoknak, most lesz vége. Ott fog hullámozni a Zsüllel. Jöhetnek még a kicsik is indulók. Jó, írd föl, légy szes, fél időben egy-egy, második fél időben még egyet. Bevarunk 2-1 a végeredmény. Te jössz? 3-2. 3-2? Igen. 3-2 ide. 3-2? 3-2. Én azt mondom, gólzáporos meccs lesz. Most, ha nyerésre kell tippelni, akkor én azt mondom, hogy... Nem arra hogy, kell, hogy, amit érzel hogy, a szívedből. Na, mit érzel? 1-0. 1-1-1-1-1 gólt. Egy gólt valahogy dekavarunk. 1-0. 1-0-ra hozzuk. Aha. És az osztrákok nem lőnek. Hát nem, 1-0. Az azt jelenti, a 0? Érted, a 0 ebben az esetben azt jelenti, hogy az osztrákok nem lőnek gólt. Vág az eszed, mint a borotra. Így van. Nagyon jó. Nagyon jó vagy. Tudom, ki kell nekünk. Tudom, ki kell nekünk. Az ország jósa, Frabától. Csak egy mondat erejéig. Csak egy mondat erejéig. De arra akarod kérni, hogy végeredményt jósoljon? Mondjon nekünk valamit. Hát mondjon ez a nagyszerű ember valamit erről. Hogy mégis mit érez? Mit mond a kávézac? Mit mond a kecskevér? Mit mond a fácánszem? Mit mond az ürühús? És mit tippel a törött tükör? Ennyi. Mondja el nekünk. Nézz ebbe a napelemes kristálygömbbe. Igen, csak ne adjon egy számlát 2 plusz áfáról. Így. Ne kelljen kifizetnünk. Legyen ez a mai tanács ingyen. Itt van velünk Frabától. Hello Frabától. Jó reggel. Hajrá magyarok. Hajrá. Na. Esélylatolgatásba belemehetünk, de igazából most egy másik alanyvel készültem. Na. Egy személyes mágia magyaroknak. Személyes mágia. Igen. Hát fontos nekünk, hogy ilyen csapattal összekötetésben legyünk. Távol vannak tőlünk. Kíváncsi vagyok, hogy hármatok közül melyik jön rá. A személyes mágia lényege, mikor tudsz egy ilyen csapattal összhangba kerülni? Ha megszerezünk Gyugyi egyik hajtincsét. Ha valamelyiknek a barátnőjét már levartad. Tehát azt kell csinálni mindenkinek otthon, igen, amikor a himnusz van. Igen. A himnusznál fölállsz, ugyanúgy a csapat, amikor énekel a himnusz, te is fölállsz, énekled a himnuszt. Eddig egyelőre akkor ez venni fog. Ez menni fog, ez egyszerű. Ilyenkor viszont összekötetésbe került az összes ember, aki együtt van és énekli a himnusz, egy közös energiát alapít, amit a csapathoz közvetítenek. Ennek az ellen, ez jó, mert ebbe feltöltöd a csapatot. Jobban. Na jó, de ezt az osztrákok is csinálják, hát akkor egy-egyben vagyunk. Ezt nem vagyunk, mert amikor az osztrák himnusz megy, akkor le kell halkítani a tévét, kevesebb energiát kapnak ők a saját embereiktől és tőlünk, és igazából ólom nehezéket teszünk a lábaik. Aha. Nehezebben fognak menni, nehezebben mozognak. Ez nagyon jó, ezt csinálják általában külföldön, a tájföld és ilyeneken a helyi varázsló, az kin van a meccseken, és ott szabályozza ezeket a dolgokat. Ez halál komoly. A helyi varázsló. A helyi varázsló, igen. És ő lehajtott fejjel áll a másik csapat himnusza előtt, vagy alatt? Erre gondolsz?
Hát igazából itt komolyabb dolgok vannak, tehát megcsinálja a babáikat, mit a vudu babákat. A vudu babákat, persze, tehát volt egy olyan, utána tudtok nézni az interneten, nem is olyan régen, 86-ban, azt hiszem Tájföldön egy meccset le kellett állítani, mert helyi varázsló, ez most hülyén fog hangzni, de igaz, villámokat szór szét, és ugyanazon a meccsen 7 emberbe csapott bele a villám, 7 játékosba. Az volt a varázslatban rossz, hogy a bíróba is, tehát leállították a meccset, pedig nyerésre állt a csapat, és újra kellett játszani. Aztán ezek működnek, ezek a dolgok. Hát nézd, ha ma valami ilyet tudsz intézni, akkor, akkor abban benne vagyunk, ne legyen bajuk, csak egy picit feküdjenek le a pályán, pont amik kettőben nyerni előbb fogunk. Én megnéztem számisztikailag is, ami érdekes. Jelentsen a szó bármit is. Igen, igen, ami érdekes. Hogy mennyiért tudnád kivitelezni ezeket a villámokat? Arra gondolsz számisztikailag? Nagyon sokba kerül, de meg tudunk rá alkudni. Portugálok ellen nagyobb esélyünk van. Aha. A portugálok ellen ez nagyobb esélyük van. Igen, mi értjük, de miért is? De miért is? Figyelj, számmisztikailag az a nap kedvezőbb a mi csapatunknak, mint a portugál csapatnak. Aha. A ma százalékban 5%-kal kedvezőbb ez a mai nap nekünk, mint az ellenfelünk, de csak 5%-kal. A portugál nap az 25%-kal kedvezőbb a számunkra. Ó, ezek hogy reszkednek ezek a csak ott van egy Ronaldo, azért te fragartó, azért ott van egy Ronaldo, azért. Lekezelem. Lekezelem? Már megvan a bábúja a Ronaldónak annyi. Jó. Ezt jó hallani. Ezt most megnyugodtam. Mennyit mondasz? Mi lesz az eredmény szerinted? 2-1. Ez az! Köszike! Kettő-egy. Legyen így. Frábátom, a proféta, a fekete varjú, a holló, bármi, nem tudom. A fekete varjú, békanyán, minden. Békanyán szóljon belőled. 2-1, azt mondod meg? Tehát az a kiegyezünk. Igen, kiegyeztek én is, csak meg kell mondjuk, hogy kilövi a kettőt, de mindegy. Inkább akkor mondjuk 1-2-nek, mert... Nem, vannak elő? Mert Ausztria-Magyarország. 2-1. Nagyon fontos ez tényleg, hogy a himnusznál mindenki egy legyen a csapattal, és akkor rácsatlakoznak, olyan energiát kapnak, ami fölgyorsítja őket. Turbósítjuk a csapatot. Jó, oké. Frábátor, nagyon köszi. Nézed este? Igen, ott leszek és nézem. Igen, nincs rendelésed? Nem rendelsz? Akkor Már dolgozom, srácok. Pont ja, most meló van vagy? Ja. Már meló van, hát jó, ne haragudj. Ne viccelj. Sorba állnak. Aha, ártatlan hát embereknek. Hát most ketten vannak. Ez már sor. Ártatlan embereknek pecsételed meg a sorsát, mi? Csak jókat mond, hát érted. Na jó van, Frábátor, köszi, vigyázz magadra. 2-1, felírtunk. Jó turkolás, sziasztok. Hajrá magyarok, így van. Má melózik. Na, nézzük meg, hogy szól az osztrák himnusz, jó? Osztrák himnusz. Kamoljunk rá az osztrák himnuszra. Jó, tehát ebbe azért ne rúgjunk nagyot. Óvatosan, tudjátok, ez egy érzékeny világ, most nem mondhatunk semmit más ország himnuszára, mert aztán Adler megbecserintették az osztrák himnuszt, meg aztán jönnek át a határon, megrohamoznak bennünket, de meghallgathatjuk, hogy mikor kell állunk lehajtott fejjel. Mint kell, le kell halkítani a tévét. Hát akkor nem fogja hallani az egész ország, aki minket hall. Hát akkor ne hallgassuk meg. Hát most hallgassuk meg. Ne, akkor csináljuk azt, hogy jázz le, de lehalkítva. Már most. Na, figyelj, így szól az osztrák himnusz, csak kíváncsiság. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Egy érdekes témával készültünk, nem tudom, hogy ti figyelitek-e a közösségi portálokat, de nyilván igen. Egyre több helyen fordul az elő, hogy a cég saját oldalán ugye értékelhetjük a szolgáltatást, és nagyon sokszor érdekes levelezéseket lehet olvasni a cég egyik alkalmazottja, és hát a szolgáltatást kritizáló és a kommentet megíró vásárló között. Ugye miről van szó? Egész egyszerűen arról, hogy... vannak bizonyos cégek, sőt, hát az összes szolgáltatás nyújtó cég ugye üzemeltet egy Facebook oldalt, legyen szó étteremről, kávézóról, cukrászdáról, street food kajáldáról, tök mindegy. Üzemelteti a saját Facebook oldalát, hogy ezen keresztül ugye hát promotálja önmagát. És oda, ha te beírsz egy kommentet, vagy beírsz egy véleményt, amit ráadásul ugye megcsillagzol, akkor adsz egy osztályzatot tulajdonképpen, akkor azt te nem tudod étterem tulajdonosként, cukrászda tulajdonosként kitörölni, hanem csak reagálni tudsz rá.
és egyre többször lehet olvasni egyébként rettenetesen szórakoztató levelezéseket, ahogy a vevő, akinek most vagy igaza van, vagy nem, beír valamit. És lehet látni, hogy mikor ért vele egyet a cukrászda vagy az étterem, és mikor veszi személyes sértésnek, hogy az illető beírt, és onnantól kezdve elindul a le. Csak a nálad hülyébeket kell megtalálni. És utána már jól megél. Abból a termékből, amit előállítasz. És jól keresni, ez csak Frabato, vagy a kormány szóvívő lehet. Két ilyen állásom. Kormány szóvívő és Frabato. Frabato állása. Na, felhívunk azért egy szakértőt is, jó, csak hogy elemezzük picit azért szakértőkkel is a meccset, mert hát nem mondom, hogy Frabato nem az, de egy másik oldalról. Rácsörünk Vince Ottóra, ami drága Vince Ottóra, nagyon kedveljük őt, nagyon szeretjük, és nagyon sokszor beszéltünk már velem, hogy ő is öntsön még egy kicsit, egy kicsi lelket a hitetlen magyarokba, hogy mondjam, olajat a tűzre. Miért van esélyünk megnyerni, mert én látom az SMS falat, hogy azért itt most már azért behergeltük a nagy többséget, de még mindig van egy-két hitetlen gyaúra. Hát egy-két ilyen osztrák fölfelé szakadár van. Igen, azért. Meg úgy is kibérelnek minket, meg holnap sírni fogtok. Ne, ez most nem jó mentalitás. Ez most nem jó mentalitás. Most csak egyre lehet gondolni. Így van, meg ottól legalább elmondja nekünk, hogy kik azok az osztrák játékosok, akire érdemes odafigyelni, olyan tekintetben, ha mondjuk szögletet rúgnak, akkor jó céltáblák legyenek egy pénztárgép szala. Igen, egy aranyászokos üveggel. Nem én voltam. Ott repül a kőbányai. Na, itt van velünk Vince Otto, hello Otto, jó reggel, ciao. Hello! Na várj, egy közben elindult már Varga Miklós dala is. Na, hát mennyire vagy izgatott a ma estét illetően? Hát először is elkezdtem titeket hallgatni, és ez izgatottá tett, ugye ez a reggeli perverzió. Hergeljük a nélkül. Reggel. Úgyhogy ma meg főképp, hiszen ma meccs van, úgyhogy tényleg nagyon várom már a meccset. Sajnos még nem tudok ott lenni, csütörtökön indulunk ki Marseille-be, mert egyéb elfoglaltság miatt, úgyhogy ma valószínűleg baráti körbe fogom végigdrukkolni a magyar válogatott meccset. De nagyon durván vagy lelkes, mert előre berekedtél. Tehát ez egy olyan fokát mutatja már a drukkolásnak, hogy te már a meccs előtt egy kicsit be vagy rekedve. Hát már fél éve erre készülök. Csak a kiabálás. Ott, amikor ideges szoprán lesz. Na, mit mondasz? Van esélyünk, nem? Hozható. Az egyik barátom, aki Franciaországban él, azt mondta, hogy neki az egyik ismerőse dolgozik ott, ahol az osztrákok laknak, és ma reggel csigát ettek reggelire, úgyhogy nagy esély lesz arra, hogy a pályán is egy kicsit lassabban fognak közlekedni. Alapvetően különben olyanok az osztrákok, mint a mérgezett tegerek, tehát ez ország probléma lehet. Gyorsak? De a magyar válogatott, hát gyorsak, tehát ez jellemzően ugye ez a németes foci, nyilván nem ugyanazon a szinten, de nagyon sokat fejlődtek, elég sok olyan játékosuk van, akik különben más kultúrából érkezett, ugye a bevándorlási hullámnak köszönhetően, tehát elég sok oldalú az osztrák válogatott, a svájci szövetség kapitánya, a Marcel Kollára, és hát én azt gondolom különben, hogy az osztrák válogatott, nekem az a véleményem, hogy az egy talán a legjobb csapat a csoportunkban, tudom, hogy erre sokan fölkapják a fejüket, hiszen ott vannak a portugálok, meg hát mi magyarok is, de én őket nagyon egységesnek érzem, annak hogy nem sikerült a utolsó felkészülési meccsük az a hollandok ellen, de jó játékosaik vannak, és csapatként is egységesek, fiatalok, éhesek a sikerre. Ettől függetlenül én abban bízom, hogy a magyar válogatott folytatja azt a fajta teljesítményt, amit az elmúlt időszakban szervezetten, jól védekezve mutatott, illetve teljesített, tehát én optimist vagyok teljes mértékben. Na, hát akkor ez mindenképpen jó. Egybeesik Frabatóval. Egybeesik Frabatóval, ő is azt mondta, hogy az osztrákok lesznek a nagyobb ellenfél. Igen, ezt mondta Frabato, és igen. Beszéltetek? Kivételesen belenyúlt van be Frabato. Lehet, hogy még kivételesen igaza lesz valamiben. Igen, azon kevés ember közé tartozik a Frabato, aki ért Magyarországon a focihoz. Komolyan? Ne hülyes. Tényleg? Honnan? Nem, viccelek csak, de tényleg a szívemről beszélt. Tehát mi mindannyian azt szeretnénk nyilván, hogy jól alakuljon az első meccs, mert az megadja az alaphangot különben mindenkinek, aki itthon maradt, meg akik kimentek szurkolni a magyar válogatottnak, vagy éppen akik úton vannak, hiszen információim szerint nagyon sokan indultak el Franciaországon. Igen, néhányukat lekapcsolták, meg van egy-két pirotechnikai eszköz, amit elvettek, de ez benne van, szóval ezzel nincs baj. Néhány földlevegő rakétát is elvettek tőlük, de ezzel nem kell.
nem kell foglalkozni. Jó, tehát akkor ma nyerünk, és akkor hogy van, a kettő jut tovább, vagy három jut tovább a csoportból? Ez egy tök laikus kérdés, de kettő, ugye? A kettő az tovább jut, és azt hiszem, hogy a legjobb harmadik, de most jót kérdeztél, ezzel megfogtál. Azt hiszem, hogy igen, a két legjobb harmadik igen. is tovább jut, tehát gyakorlatilag matematikailag is van esély arra, tehát lehet támogatni, de ne a mostani meccsen kelljen, hiszen ez az első, ez adja meg az alaphangot, és nézzünk jól ki, eddig nem néztünk rosszul ki, tehát azért mondom, hogyha ezt folytatjuk, akkor nem lehet gond, és a EB meccseit látva, tehát az eddigi meccseket, nagyon kiegyensúlyozott volt a mezőny, és ami nagyon érdekes, és ez adhat reményt a magyar válogatottnak, hogyha jó föl lett készítve fizikálisan, hogy például tegnap az olaszok, a spanyolok, vagy éppen a franciák is, vagy más válogatottak, akik nyertek, azok a végén próbáltak, meg tudtak még egy lapáttal rátenni, tehát fizikálisan meg koncentráltság terén elég jól föl vannak készítve a csapatok, és a meccs végén esnek a gólok, tehát végig oda kell figyelni, hiszen tényleg 91 néhány percig szokott tartani mostanában egy foci meccs, úgyhogy bármi lehet. Na, hát nagyon kíváncsiak vagyunk. Otto, köszi neked ezt a gyors helyzetértékelést, drukkolunk akkor egy este. Egy volt. Köszönjük szépen, Vince Otto! Hajrá, magyarok! Fogtok osztrák bulák! Nyert a magyar esti hír, Schwarzenegger népes hír! Schwarzenegger! Ausztria gólt nem talál, pizsomás kapu, a király! Nagyon jó kapu! Szép lányok és jó borok, nekünk nem kell más ezt olvastad? Vesszenek a sógorok! Rihanyja Ungária! Hajrá Magyarország! Egyébként ez is jó, tényleg jön majd el. Nagyon jó! Este jön egy Gyugyi Zicser, odaég a Wiener Schnitzel. Hajrá Magyarország! Levegőt neki! Adjuk neki még levegőt! 3-9 lesz pontosan, egy perc múlva egy jó kis Gangsta Zolival és a Kártellel hangoltunk a franciák felé, ugye. A Szerpatár felé című daluk után sok-sok évvel egy másik dal, ami hasonló a franciák. A franciák felé mit kaptunk? Atya úristen, Gyuri hozott egy fantasztikus. Jézus, atya úristen, ez mi ez? Szurkoljunk együtt a magyar válogatottnak. Nagyon jó. Na, és mi van benne? Ferenc József halotti maszki. És kiugrik belőle na. Egy nyú. Azt mondja, kedves Balázs Feri és Jani, ma este mindjárt együtt szurkolunk a magyar válogatottért az Ausztria elleni küzdelemben, a mestézi szurkolásos barátok szurkolótársak mellett finom falatokra és hűsítő italokra is szükség van. Fogadjátok el tőlünk ezt a kis szurkolói csomagot. Rákóczi Ferenc. Feri küldött volna nekem. Ne jöjjetek hozzám. Nagyon drágák vagytok, köszönjük. Szépen, nagyon kedvesek vagytok. Köszönjük szépen. Kiabáljuk meg együtt 18 órát, hogy hajrá Magyarország! De drágák, köszönjük szépen az egyik. Hiper, ha lehet így mondani őket, remélem azok. De hát az egy nagyon durva reklám lenne, ezt most beolvastam, nem tudjuk. De köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Minden versbe kell a rím, veszni fogtok, osztrák tím! Ez is. Nagyon. Köszönjük, Petya. Itt az út jött a gól, egy eszene nektek szól! Ennyi gyerekek. Na, meghallgatjuk akkor, hogy egy spanyol kommentátor hogy közvetíti a magyar gólörömöt majd este? Meghallgatjuk? Hogy ne hallgatjuk. Ugyanis volt ugye a gólöröm játékunk, és Zsolt volt, aki megnyerte, és utazik velünk majd Barcelonába, ugye októberben, amikor is megyünk egy Barca meccsre, és a játék tétje az volt, hogy ugye nyer egy hűtőszekrényt, valamint ugye ott lehet velünk egy Barca meccsen, és ti... Drága hallgatók, úgy döntöttetek, hogy Zsolt utazzon velünk, egyébként szerintem is ő érdemelte meg a legjobban. És arra gondoltunk, hogy felhívjuk Zsoltot, ez most nem függ össze azzal a játékkal, csak ha már neki ennyire jól megy a kamu spanyol, és ennyire tud hát szakkommentátori vénával tudósítani, akkor mutassa meg nekünk, hogy kommentálják majd a ma esti meccset a spanyolok, és hogy örülnek majd a magyar gólnak. Itt van velünk Zsolt, hello Zsolt, jó reggel, ciao. Magyarország!
Jó hangulatban vagytok. Figyelj, mi nagyon akarjuk ezt a ma estét. A győzelmet, így mindent. Van. Vért ittunk. Kell a magyaroknak egy kis vérátömlesztés, mert mindenki egy kicsit szkeptikus, meg egy picit nem akar annyira drukkolni, meg azt gondolja, hogy úgyis kibérelnek minket hattal. Ez a mai napot mi annak szenteltük, hogy kicsit tényleg meghozzuk a régi szurkolói kedvet, ami ott volt 86-ban, ami ott volt, nem tudom, 72-ben még az EB-n, amikor ki voltunk. Nem, hát 86-ban még ott volt a szurkolói kedv. Ott ment el. Az első körben. Az első körben, így igen. Van. Mi is annyit szívtuk a vérüket, most egy picit törlesztünk. Szerintem most az egész műsor szólhat róluk, azért ez egy nagy dolog. Erre egy generáció várt, így van. Zsoltikám, mi a helyzet? Várod az estét? Hát nagyon igen, szenzációs lesz szerintem. Tényleg ez ritka pillanat, sajnos, de reméljük innentől minden felpörögés, ott leszünk minél több eseményen. Hát én is már izgulok, ideges is vagyok, hogy tényleg hogy fognak szerepelni. Ugye nagyon erős, ha tényleg itt most kell minden az osztrák keretet is, de mi ott vagyunk, ez a csapat, ez most a szívét, lelkét ki fogja tenni, darálni fognak, mint az őrültek szerint. Hát remélem, igen, az egész ország velük van, most miattunk is kell, de szerintem ezt ők egyébként nagyon érzik, és ott fognak remélhetőleg idézőjelesen, hát tényleg kihajtani a belüket, meghalni a pályán, mert ezt várja most el tőlük mindenki. Szerintem, bocsánat, de a szurkolók is melléjük álltak, tehát tényleg mindegy, hogy milyen klub, ki hova szurkol, ki milyen csapatnak, itt egyértelműen mindenki a magyarokért összeáll. De hát ezt így is kell, szóval ezt azért minden ország nagyon tudja, most nekünk is hozzájuk kell csatlakozni, itt most mindegy tényleg közben milyen klub szinten kinek drukkol, itt most egy a cél. Figyelj, ugye készülsz az októberre, egyébként megyünk ugye Barca meccsre. Én nagyon-nagyon készülök, és itt mondjuk meg is köszönném már a nektek is még egyszer, meg a Bekónak is, hogy kaptam, két hete átvettem a két Barcelona meccset, ahogy ígérték. Na, te jó. Illetve kaptam még egy ajándékba egy ilyen aláírással teli labdát is, tehát szenzációs, egy nagyon jót beszélgettünk. Hát én már nincs olyan nap, amikor nem emlékeznék rá egyébként. Te októberig nem aludni nehéz? Lesz. Igen, most én is számolom, nem csak a gyerek, hogy apa hányat kell aludni eddig vagy addig, most én is így vagyok, hogy hát egyébként pont ma egy hete, köszönöm egyébként, hogy főhívtatok, ma egy hete a Halaks TV-t, a helyi Kismarlasi TV-be hívtak egy ilyen heti sportmagazinba, ott is. Komolyan, elindítottunk a sztárraváros útján. Kellett egy ilyen kommentátor, ez egy vicit idézni kellett belőle, előtte meg itt egy egész oldalas újságcikket, úgyhogy szenzációs, köszönöm. Na, te leszel az új Horthy. Nem a Dalutollas, hanem a másik. Így van, a sportkommentátor, mielőtt valaki félreért, igen. Oké, na, akkor ugye hát kiindulva a játékunkból, ahogy megnyerted, képzeljük el azt a helyzetet, hogy mondjuk a 36. percben Gyugyi, nem tudom, ezt a 36-ot már többször mondtam, hogy valami van. Így van, tehát Gyugyi egy szabadrugás gól után beveszi az osztrákok hálóját, te mint spanyol szakkommentátor ott ülsz, ugye, kint az EB-n, és kicsit velünk vagy, kicsit nekünk drukkolsz, örülsz a magyar gólnak. Jó? Felkészültél erre, Zsolti? Fel. Nem tudom, esetleg változhatok ezen a stratégián, és lehet magyarul is, és spanyolul is. Minden lehet. Lehet. Legyen egy kicsit magyarul beszélő spanyol kommentátor, vagy magyarul beszélő kicsit spanyolul is tudó kommentátor. Bármi lehet egyébként. Oké, akkor igyekszem intézni egy jó kommentálást. Na figyelj, kapsz egy kis atmoszférát, figyelj. De jó ezt hallani. Így van, ez már egy pesgés, tehát ez szenzációs. Na, oké, akkor indulhatunk, jó? Oké, hát én azt mondom, hogy nagyon sokat vártunk erre a pillanatra, a hölgyeim és uraim. Hát igen, jó, nagyon jó a mérkőzés. 1-1 az állás, 94. percben járunk. Nem hiszem el, hogy nem tudjuk behúzni ezt a győzelmet, és most királynál ad a király. Hatalmas kirúgását előre vágja, de itt visszafejelik az osztrákok. Kleinhezer veszi merre a labdát középen, balra tolja ki Lovrencsicsnek, Kádár. Egy kötény, még egy kötény, gyönyörű, oda-vissza megvolt az osztrák fiú. Húzza még nagy léptekkel, nagy, Stieber, jó mozgatjuk a labdát, meg lehet fiúk, meg lehet. Stieber kirúgja, Gyugyák átveszi, megtolja, megszemült jön a lövet, gól! Anna gól, Gyugyák! Gyugyika! 2-1! A francia bíró lefújja a mérkőzést! 2-1! Nézzük spanyol kollégánkat! Hey, 1-1! Király, Raymond el balón, la pelota, Kleinheiser, Österreich tirod a esquina, Nagy, Stieber, delante el da pilota nos movimos bien balón, grande paso para Giulia, tiro Lucrescu, una mora, gol! Zsolti!
Kamu spanyol. Nagyon jó vagy. Hát bárcsak ez lenne. Bárcsak ez lenne este. Azt a minden ide jó vagy. Legyen. Feri a 2-1 lesz, én is azt írom. Ugye? Azt figyelj, már 3-an vagyunk. Szerintem mindegy. Tényleg jó meccsen nyerjünk egy kicsit. Hát kell ez az érzés is. Hát én remélem, ez valaki továbbítja a fiúknak. Ha van hozzájuk kontakt, a Gyugyi száma megvan, csak nem akarjuk zavarni, küldjétek el, hogy ma a Morning Show róluk szól, egy ország neki trukkol, ma 4 órán keresztül csak velünk foglalkoztunk. Mert küldjék el, ez a taktika. Erre játszol, ezt játszol, ezt akarjuk egyet látni. Így van, este 6 órakor. Zsoltikám, neked köszönjük, imádunk, szeretünk. Októberben remélem, hogy akkor találkozunk. Jó, megyünk Barcelonába. Így van, nagyon köszönök még egyszer mindent. Hajrá, magyarok! További jó műsort kívánok nektek. Köszi Zsolti, ciao, hello. Ciao. Konkrétan a meccsre berekedek. Tehát ott tartok, hogy egyébként sem volt jó állapotban. Kész. Voltam házi orvosnál, megállapította, hogy a garatom erősen belövelt. Belövelt? Igen. Mi belövelt? Semmi. Erősen igen? Belövelt garat. Ezt írta rá a papírra. De már kezdem érezni a torkomat. Na, hát remélem, hogy sikerült mindenkit hangulatba hozni. Tehát megtettünk mindent, amit megkövetelt a haza. Szerintem nem csak hangulatot, újra is élesztettünk néhány embert. Ennyi, nagyon, nagyon jók jönnek. Hajrá, 35-ről vágj be, Gyugyi, hagyd legyen már nedves a bugyi, írta nekünk Sanyi. Igen, legjobb ücsi most a kók, szívni fogtok, osztrák kók. Európa felett szárnyal 11 magyar sirály, trónra ül a magyar király. Hajrá, magyarok! Nagyon, nagyon jókat kapunk. Na jól van. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Igen, most az van, nagyon sokan írták, hogy igen, Soproni határ már a guminyomást is ellenőrzik, de ez kamu. Nem, ez ennyire hát nem egy lehet. Csomóan megírták. Szerintem ez ilyen szállóige. Ne most, hogy ez most ilyen szállóige, hogy ellenőrzik a guminyomást. Persze, igen, és nincs hóláncod, mert azt is megnézik. Hát, havazás lesz júniusban. Nem gondolnám, hogy ez igaz, de szerintem most ez egy szállóige, hogy most ott a guminyomást is ellenőrzik, de hát majd úgyis megírják hallgatóink, hogy van ebben valami. Jön a magyar, jön az itzer, odaégett a vineschnitzer, hát jönnek a nagy, nem is tudom, szállóigék, vagy kínrímek, vagy rímek, mert nagyon, nagyon a jók vannak. A vineschnitzer odakint mártól kezdve kirántott hús. Így kérjen. Ennyi. Vagy kabátos husi. Kabátos husi. Kettő kabát, hát így. Igen. Üzenjük Brüsszelnek, hogy 2-0. Igen. Azt mondja, hogy az osztrák zászlót sehol nem találom, tényleg áll a sor a soproni határon. Bánatukban isznak egy-két fricsel, nem ízlik nekik a vínes egyszer. Hát, végre. Végre jó, egy kicsit jó, már nem rajtunk röhögnek, hanem kicsit most mi tudunk másokkal gonoszkodni, nem? Nagyon nagy, nagyon nagy. Egyik hallgató írta reggel, hogy nem merem kinyitni a nemzeti sportot, nehogy kiessen belőle Ausztria. Mekkora duma. Úristen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy hol voltatok, milyen élményekkel távoztatok, hogy néztétek családokkal, barátokkal, volt ez zavaró tényező, egy-egy hozzá nem értő csaj, egy-egy feleség, aki mindig olyanokat kérdezett, csak mondom, hogy Viki 15 percig a piros mezeseknek drukkolt, hát mert ugye azt hitte, hogy ők a magyarok. Ő az én feleségem, ott ült mellettem, és nem tudtam vele megértetni. Hogyha volt, ez csere volt. Jó, ilyen, hát. És ő nem ugye tudta, ő drukkolt, ő beült, nézte és drukkolt, és sose értette, hogy mi miért máskor őrjöngünk, azt hitte, mi vagyunk a hülyék, ő a piros. Pirosoknak. Hát figyelj, reggel nálunk, ugye az, kaptunk meszt, a dzsudzsák meszt. Igen. Az milyen színű volt? Hát piros. Piros. Itt vannak a kis bábuk, milyen színük? Piros. Na, akkor van. Mi történik? Hát csak a piros. Ez csak lehet. A piros. Úgyhogy egészen hosszan egyébként az osztrákoknak drukkolt, aztán átállítottuk a másik oldalra, hogy rossz helyen van. Na. Nem sosoljuk ki azokat a dzsudzsák mezeket? Valljuk be őszintén. Én az azért enyémet nem adom. Én abban leszek a szombati meccsen. Most akkor jó. Utána gyűlölhettek, de én... De az egy emmes. Ja. Hát csak... akkor... Az maximum jó lesz konyaruál. Ja, ne arra. Én az enyém... Figyelj, akkor tartsd meg, és akkor az enyémet bedobom. Jó, mert akkor kettőt kisorsolunk. Sorsoljunk kettőt. Jó. De akkor én meg görény vagyok, én nem, is. Nem, tartsd meg. Ez van. Ja. Jó van, görény, tartsd meg. Ja. Ha valami olyan lenne, én is megtartanám, de Bazsit szerintem ez nem haragszik meg, ugye elküldte nekünk, de hát ezt bedobjuk akkor. Megérdemlik a hallgatók, rengetegen nagyon örülnének neki. Persze, 7-es van mindegyiken. Igen. Ugye? És Gyugyák felirat. Gyugyák felirat. Jó?
3. Azt hiszem, hogy különböző méretűek. Az igen. Enyém az rendes nagy. Igen? Nagy? XXL. Ugye, kettő is tök jó egyébként, 3-at úgyse tudunk odaadni. De miért nem tud? Most nem, mert azt, tehát rosszul fogja adni az ívet. Á, de ezen nincs, aki megsértő. De van. Szerintem valami olyan, én is mondanám, hogy gyerekek, bocs, ezt benéztétek, ezt most megtartom simán. De, ha valami kell, csak Babazsi mezét odaadhatjuk, persze. Mert van, aki például fociznak, ugye hétköznap is simán magyar mezben játszanak. Tehát láttam, igen. Láttam én már kicsit az elvetemül, de... Na, akarok mutatni nektek valamit. Esélylatogatásról. Tegnap erről már beszéltünk, de most megnéztem, és ez felfoghatatlan. Voksávirág. Oh, szóval, én nem mertem megnézni a kis videóját. Ez szenzációsnál is szenzációsabb. Esélylatogatás, RTL csinálta az anyagot, megszól benne Tóth Gabi, meg Puskás Peti, Bence, mindenki. Majd jön Voksán Virág, és elmondja, hogy mit vár az Európa-bajnokságtól. Mivel nem szoktunk minden évben kijutni, hogyha enyhén fogalmazok, sajnos, így azért nem gondolom azt, hogy megnyerhetnénk az EB-t, nyilván hiszen a spanyolok iszonyú erősek, a németek is nagyon erősek, és még Argentinát is egyébként elég esélyesnek tartom a dobogós helyezésre a legvégén. Nyilván nyelvbotás volt. Nyilván. Ezt hogy? Nyilván. Ez, szóval általában itt szokott megmondani az ember nyelv, hogy Argentina. De, várj, de mit mondhatod te? De Angliát akart mondani? Igen, biztos szegény. Ugye már ott kezdődik a dolog, hogy nem szoktunk minden évben kijutni. Minden évben. Igen, minden évben. Nem szoktunk minden évben. Hát hiszen viszonylag ritkában rendeznek minden évben. Igen, nincs minden évben, és akkor utána jött a... Én imádom ezt a hírt. Igen. És teljesen egyértelmű. Tehát, hogy teljesen. Sima, egyszerű arccal, Argentina. Igen. Hát az nem egy nyelvbotlás, tehát ahhoz, hogy Anglia helyett Argentinát mondjál, az minimum az kell, hogy kivedd meg, beragd a fogsorodat. És sokkal közben töményed. És beszélj folyamatosan. Igen. Hát a barátokkal néztem lakótelepi lakásban, az egész lakótömb tudta, hogy amikor gólt rugunk hát a panelban, hát az mindenki örjöngött, igen. Nézzük társaságban a meccset, szomszédból nagy örjöng, és mondom a drámnak, gól lesz. Kérdi, miből gondolod? Mondtam, hogy a UPC-t kössük be. Tehát, hogy valószínűleg valamelyik előbb ment ott. Az egyébként jó. Azt mondja, hogy kim voltam Szlovákiában, elképzelhetetlen, az egész baráti kör beöltözve szurkolt, és ordítottunk egy kis felvidéki városka közepén. Én osztrák tévén néztem a meccset, a feleségem meg az M4-en, az osztrák közvetítés 4-5 másodperccel előrébb járt, én már üvöltöttem, amikor még gólhelyzet sem volt, és azt hitte, hogy bolond vagyok. Előrébb van a közvetítés, van ilyen. Hát nem teljesen annyi... real time? Vagy ők közelebb mondjuk vannak Franciaországhoz, vagy miért? Hamarabb kapják meg. Úgy jön a jel, hogy kicsit följebb vannak, és akkor úgy Ausztrián keresztül jön a jel? Vagy hogy van ez, hogy ők ezt 4-5 másodperccel előbb nézik? Nem tudom. Csúsztatott élőbe megy az M4, nehogy valami olyat lássuk. Kicsusszon valami. Nehogy valami kicsusszon. Hát hogy van az osztrák? Még ezt is előbb kapják meg? Hát komolyan mondom. Nem, vagy előbb látták. Egyébként ugye interneten nézed, azt meséltem, hogy mi is úgy néztük az első meccset, az EB-s első meccset, hogy az úgy késik, az tényleg késik meg a sok hallgatóira, de hogy mondjuk az osztrákok, mi jár nekik? Miért jár nekik 3 másodperc? Miért kapják? Jó, hát a világ végét is reméljük elő kapják majd meg. Igen, már akkor az a 3 másodperc már mindegy lesz. Viszont jó ötlet van a guminyomásra, hogy mindenki állítsa 2.0-ra a gumit. Jó, okos. 2.0-ra ennyi, be kell rakni gyerekek, ennyi. Azt mondja, hogy Csöbörön a Műfház büfében örjöntünk a meccs alatt. Zavaró tényező volt, hogy sokat kellett várni a sörre. Ez botrány, írja nekünk egy hallgató. Nincsen semmi, azok egy 20 perces a határátkelő, de nem néznek guminyomást, tehát azért attól nem kell félni. Az osztrákok úgy kihűltek, hogy visszaadják Burgerlandot. Bence küldte nekünk ilyen. A gumi futófelület mélységét is ellenőrzik. Aha. De csak nem azért. Nem, hát. Csak nem. Na jó van. Oké, írjátok meg nekünk, jó? Hogy mit hallottunk, vagy mit láttunk, meg hol voltatok, hogy nőttétek? Valami elfáradtam, én meg vagyok. Mit látunk, mit hallottunk? Én most kicsit föl kell szívjam magam. Én ebben a tegnapi napban mindent beletettem. Reggel is, meg este is. Kihoztuk a maximumot, pont ezt beszéltük, hogy most úgy megvannak a kiégés első lejjelei. Tegnap fölhergeltük az egész országot, és utána meg is lett a végeredmény. Komolyan mondom, hogy kicsit úgy érzem, hogy picit azért ebben benne vagyunk. Szóval a kollektív tudatra azért mi tegnap nagyon adottunk.
Visszajutott ez a fiúkhoz is egyébként. Nekem volt ismerősöm, aki kint van, és már mondta, hogy tudja a csapat, hogy foglalkoztunk velük, tehát nagyon örültek neki. Úgyhogy most menjünk ezen élni, nem? Na, nem. Vittünk egy mikrofon tegnap Ferihez a kórhelybe, és készítettünk egy kis hanganyagokat. Hát, igen. Ebből nagyon sokat nem lehet leadni. Hát. De van egy-kettő, amit azért meg tudunk mutatni, úgyhogy Anna cenzúrázta. Ugyanis lent volt középen egy mikrofon, én nem tudom, kinek az ötlete volt, de nagyon jó ötlet volt. Tiéd, Zsül? Mi hát van vele? Te táltos, te kellett várni az első jó ötlet. 8-9 év után elkezdtél együtt élni a műsorban. Őrületesen jó vagy. Zsül hozott egy ilyen kis kézi mikrofont, ami ott volt az asztal közepén, aki akart valamit mondani, közölni, kommentálni, reflektálni, ezt fölemelte, megnyomott egy gombot és mondta. 80%-a nyilván kuka. Igen. Tehát, hogy effektíve használhatatlan, értékelhetetlen. Már másfél óra ültünk ott, de még hasznos anyag nem volt. Igen. A Viki mindig csak ennyit mondott, ne, próbál csitítgatni. Igen, hát ami Jánossal meglátunk egy ilyen be nem kötött mikrofont, akkor mint 2-6 éves. Tehát, hogy végre rondán beszélhetünk, tudod, mintha nem 40 évesek lennénk. Végre mondhatunk csúnya szavakat. Megindulnak a trollok. Na, de azért sikerült egy-két, hát hogy is mondjam, kimenteni, mint egy ilyen fekete dobozból. Anna reggel 6 óra óta azon dolgozik, hogy a tegnapi kórhely fekete dobozt kimentse. És egy-két hanganyagot meg tudunk mutatni, hogy mi történt ott. Az első az egy gólöröm? Vagy mit mutatunk? Mit mutatunk először, Anna? Haló, hát szerintem a rendelést. A rendelést? Mi az első anyagunk? Gólöröm? Gólöröm? Vagy mit? Az első egy ilyen másfél perces nem, kis barna gólöröm. Szószos. Barna szószos? Na, nem megmutatjuk, tudom, hogy mit rögzítettünk, jó? Előre is elnézést mindenkitől. Mi az első anyagunk? Mert több anyag van. Kaotikus. Tehát az időrendben haladunk. Ezek ilyen, csak ilyen atmoszférák, ilyen kis villanások, ilyen kis hangulati elemek a tegnap estéből, hogy éreztük magunkat. Így van. Ez teljesen jó egyeket, amit mondtál. Ez kb. Egy fekete doboz. Vagy egy villámcsapást kapott Winchester, ami maradt, amit a tenger mélyéről emelték ki most éppen. Igen. Valamilyen robot tenger alatt járó, és ennyi maradt belőle. Ennyit tudunk rekonstruálni a tegnap elhangzott beszélgetésekből. Na, mutatjuk az elsőt. Hey! Mekkorát perecelt a nyanya az utca? Schaffhausen, Kufstein, Zaher, Kinn! Hoppá, valami történik valahol. Igen, viszi valaki. Arrébb rúgta. Jó. Pörög a labda. Ki van? A francba. Ez hanyadik fél idő? Szakértő. Nézd, ott van az osztrákok legöregebb játékosa, hátára van írva, hogy ős terej. Figyelj, felrúgták a parasztot. Ja, ez magyar. Biztos? Kiprik? Tóth Jóska? Törő vissza! Garaba? A labda Garabánál. Garaba? Diszl. Ez a gól? Ez a gól lehet? Ez a gól öröm, tudom. Ez az 1-0. Ott van a túros csúszám! Ja, hogy örülne? Mit mondtam az 1-0-ra? Igen? Hey! 2-0! Ja, az ez volt az ismétlés. Ja, bocs. Hát figyelj, a háttérben mindenki szurkol, mint az állatnyagya, ezért te megosztod az ész, Istenem. Nagyon jó volt. Mi voltunk a legtávolabb a tévé. Igen, mi voltunk a legtávolabb, igen. Hogy megmondtam? Megmondtam, hogy nem mondtam. Ki mondta az 1-0? Hát óriási precízeltem rá, 1-0. Voltátra 20 perc. Igen, és Jenny megmondta, hogy még átra a második két. Megmondtam, ha én ezt mondtam, 1-0-at mondtam. Úgy örültem volna, ha bejön a tippem, de így is nagyon jó. Egyébként 2-0-át senki nem mondott, mert Frabato 2-1-et mondott, Feri 2-1, Jani 3-2, én 1-0, Zsolt is tippelt, 2-1-et mondott, a 2-0-ába senki nem trafált bele. De nem baj, legyen ez a legnagyobb gondom. Na, egy másik kis hanganyag, egy újabb kis szösszenet arról, hogy mi történt tegnap Ferinél. Piros lap! Itt a piros lapot kapta az osztrák játékos. Adjál már, annyira tudtam.
Mehet a levesbe a csávó, egyik sípszó után. Csácsá mehet zuhanyozni. Hopp, figyelj, ismétlés, rárugott a fehér játékosnak a lábára. Óriási lenne, hogyha megnyernénk, nem? Egy-két jogtalan kiállítással, meg öngóllal is, de... Abszolút tervezett szabálytalanság volt, így talált nekem magyar fiúk. Abszolút. Nem János? De János vagyok, igen, és ez a taktika része volt. Nem történik semmi sem véletlenül a pályán, ez a taktika része, hogy felérugta már a sutyok. Ja, bocsánat. Jaj, csak elakadt a szavam, mert kicsit a savam visszajött. Ott a gól. Nem, hagyjad, nem. Himpellér? Hosentroger? Schwarzwald? 76. perc? Még hátra van a desszert. Hihetetlen, nézem a magyar válogatottat, ez a Fiala elképesztő sok munkát végez. Tehát nem akármi a műsorvezető, és ahogy focizik, ez a Fiala döbbenetes. A múltkor is, amikor felrúgták, akkor nem egy hozzá valaki, azt mondta neki, Kejfe Jancsi. Milyen jó ötlet volt annak ideje, nem, hogy a Feri kirabolták azt az MDF piacot, és ennyi zománc az most. Az MDF piacra ennyi zománcozott lábost megszereztek. Egy egész éttermet lehetett ráépíteni. Feri, megtalált az ANTSZ-es srác? Én ezt nem is hallottam ezeket. Nagyon-nagyon finom minden, tele van az étterem. Eddig Feriek senkinek nem adtak számlát, de ez az ő magányügyük. Én ebben nem szólok bele, de szerintem ebből baj lesz. Hallod, Mali, az előbb beszéltem a pincés sráccal, kérdeztem róla, hogy hol van a piákról a zárjegy, és mondta, hogy jó, ez a téma, az nem ért, de van itt egy kulcsmásolót. Ne egyenlítsen, az megint annyira magyar lenne, az annyira magyar. Az a karén magyar. Azt jelenti, hogy sárga lapot kapott? Gyugyi, hát az nem jó nekünk a kirúgás. Na, hát klasszik. Hát ezek ti vagytok. Klasszik volt. Én rohangálok ott, mint egy állat, veszem a dolgot. Feri szervírozta a kaját, érted? Te meg a kést mártod belé. Mindenki, ez volt egy jó szava, tényleg jó házigazda, módjára Feri, mindenkihez oda, mindenki egy kicsit beszélgetett, stb. Nagyon-nagyon működött a dolog, és mi meg közben rétrolkodtuk az egész. Szemetek. Igen, és ezek még a vállalhatóbbak. Tehát ezek még abszolút a vállalhatóbbak. Sokat kellett vágni, Anna. Volt mit kivágni, igen. Na, mutatjuk a következőt, van még egy kis hanganyagunk, jó? Ez is ugye a tegnap estét idézi. Hallod, Bali, 10 perc van még hátra a meccsből, szerintem rendeljük meg a desszertet, mert hasonlóan ki... Ott vagyunk, támadunk, Kuntics, Kopunovic, Lisztes, őrület mit hajt ez a Lisztes, őrület, Garaba, Nyilasi, Sennheiser. Jelenleg óriási szimulálás zajlik a pályán, az egyik osztrák játékos éppen, ja, az magyar játékos, ja, anyukat. Figyeld, opácska, nem már, és nézd meg, eljátsza az osztrák a nagy halált, erre is csak azt tudom mondani, amit Gyuri bácsi mondott, blöff. Második gól lehet, ugye? Ez második gól. Szakért. Ez a lefújás? Ja, ez már a lefújás? De akkor hol volt a második gól? Ez a második gól, Zsűr. Ez a második gól. Persze. Itt lőttük a másodikat. Csókolom, 2-0 ide. Feri annyira örült, hogy kibontja az egyetlen zárjegyes pálinkát az étteremben. Egésznek a titka egyébként a taktika volt, az egész. Figyelj, a kiegyezéssel altattuk őket, akkor azt hitték, hogy minden rendben van, elfelejtettük nekik a Rákóczi szabadságharcot, meg 48-49-et. Jött a kiegyezés, most meg ez a cumi, 2-0 ide. Csak mondom egyébként, hogy ugye a németek is 2-0-ra vertek minket, egy felkészülési meccsen, most legutóbb, hogyha nekik jó volt a 2-0 ellenük, akkor nekünk miért ne lenne jó a sógorok ellen 2-0? De ha esetleg 3-at kapnának, akkor sincsen semmi gond. Sőt, ha mondjuk 4-et rúgnák, én azzal is kiegyeznék. Sőt, ha 5-5, az lenne az igazán nagy. De mondjuk a legjobban annak örülnék, hogy nem kéne semmit fizetni a vacsoráért.
Kis pici hanganyagok. Van még egy utolsó kis összenetünk, az utolsó hanganyag, és akkor utána játszunk. Jó, mutatjuk velünk a záró akkordját a tegnap estének, hogy mi történt velünk még Feri éttermében, ahol közösen néztük a meccset. És csak mondom, hogy érdemes egyébként az Instára csatlakozni, ahol már 115 ezeren vagyunk. Mert olyan exkluzív tartalmak vannak az Instán, ami a Facebookon nincs. Például, hogy ordít Bali új teli szájjal, hogy az nagyon gusztustalan, mert nem vettem észre, hogy tele van kajával a szájam. Csak amikor visszanéztem a videót, akkor már fönn volt az Instán. Van egy kis mágtorta a száma, ne haragudjatok. De láthatjátok Ferit, láthatjátok Annát, Gyulit, mindenkit, az egész tábort, a gólörömöknél, a lefújásnál készült egy-két ilyen kis home videó, és ezek fönt vannak az Instán. Csak az Instás közönségünk láthatja ezeket a videókat. És azért nagyon érdemes mindig nagyon frissnek és nagyon update-nek lenni, mert vannak olyan anyagok, amik kb. Másfél-két percet érnek meg, és aztán lekerülnek. Ja, volt olyan, tegnap az Instára föltettem egy másfél perces videót, egy 10 percet leszettem, mert végig a mennyezetet mutattam az első gól örömnél. Semmi nem látszott rajta, csak hogy az atmoszférából beszűrődött valami. Ja, aztán rájöttem, hogy úgy kell videózni, hogy néha ugye nézem magamat és csekkolom, hogy belenézek abba, hogy jó a komponálás, mert hogy az elsőnél nem komponáltam, majd annyira örültem, hogy leraktam a telefont az asztalra, és végig a mennyezet látszik, illetve atmoszférában benne vagyunk. Igen, úgyhogy azt töröltük. Na, mutatjuk, mi történt még velünk tegnap. Jó, ez az utolsó még a játék előtt. Figyeljétek, mindjárt lefújják. Oké. Ez már a lefújás. Ausztria, Magyarország 0-2, megérdemes győzelmet aratott a magyar válogatott az osztrák válogatottal szemben. Így mutatkozott be ennyi év után először a magyar válogatott a franciaországi Európa-bajnokságon. Vadon János, Klassz FM, Morning Show, Korhely, Liszt Ferenc tér, Budapest, kapcsoljuk a stúdiót, szóltak sógorra! Bocs, levaradtam valamiről? Kérem, fizessenek és hagyják el a helyszínt. És ez az, ami adásba kerülhet. Istenemre, mi volt még? Én visszahallgatom a nyerset, esküszöm. Figyelj, nagyon jó a nyers, tehát ott nagyon jókat találsz, még hát azok nem kerülhettek. Azok nem kerülhettek. Már senkinek semmi hangja a végén. Semmi szerintem. Igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Említettük ugye, drága hallgatók, hogy 9 óra után nagy bejelentés lesz itt nálunk, mert hogy valakik úgy döntöttek, hogy valamit nálunk szeretnének bejelenteni. Amit abszolút értünk, hogy mi egy jó döntés vagyunk arra, hogy valaki bejelentse valamit. Ha neked lesz valamit, te is itt jelentenéd be. Én is itt jelenteném be, és itt mondanám el, és könyörögném be magam a műsorba, hogy ők tették. És mi is már nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mivel rukkol ezúttal elő Viktor, Jani és Tóni. Nem ők jönnek, az erős lenne. 60 új, és 60 fog. Orbán Viktor, és Lázár Ján. Na, szóval, hogy jönnek, és még mindig jönnek a tippek, hogy vajon kik jönnek hozzánk. Ha már valaki megírta a jó megoldást, mi ezt nem látjuk, úgyhogy vissza fogjuk nézni az SMS falat. És ahogy mondtuk, adunk akkor ajándékot. Jó? Most még nincsenek itt egyébként, mert hogy élőben jönnek be, hogy élő közvetítésünk legyen, mert kis filmet forgatunk. Nekem jobban tetszene, meg ilyen bizarabb is lenne, hogyha már holtan jönnének. A monogramjukat elmondjuk, azzal sokat segítünk? Már, hogy a csapat... Hát a csapat neveinek a monogramjuk. Vagy a csoportjukat inkább. Jó, az nem tudom. Na, mondjuk el a monogramjukat, azt szóljatok nekik, hogy jöjjenek be, itt most mindenki velük forgat, meg nem tudom. Tessék? Maradjanak csendben. Ők maradjanak csendben, üljenek be, és néma csendből találja ki valaki, hogy kik vannak be. Na, de szerintem a monogramból már egyébként menni fog, hogy kik jönnek hozzánk. Jó? De ezek csak monogramok. SG, BG és GP érkezik hozzánk! GP, BG, SG, BG, GB. Jó, csöndben beülnek. Hello, hát ezer éve. Nem látott arcok, te jó Isten. Hogy röhög? Hogy néztek ki? De jó. Na, most még mindig nem szól, várjál, még mindig nem tudtok nagyon megszólalni, vagy ha megszólaltok, akkor már elmondjuk. Tehát legyen ez egy olyan beszélgetés, hogy mi kérdezünk, és ti soha nem szólaltok. Adó János, szörényi legenda.
Na, drága hallgatók, lehet találgatni. Jó? Igen, már egyébként jönnek jó megoldások. Jönnek jó megoldások, hogy kikérkeztek hozzánk. Aj, de helyesek vagytok, megérkeztek. Ekkora stávforgatnál most veletek, működik a marketing gépezet. Na, fölfedjük őket? Fedjük föl most persze. Már. Nem? De most mit mondjak még a neveket, vagy már, amivé majd előléptek újra? Ez most ez a gag, ezt így összegyúrtátok reggel, hogy nem szólalunk meg. De jól csinálják. Jó, csak így mondtátok, hogy na, hölgyeim és uraim, egy nagy bejelentés. De ha már elmondom a neveket, akkor egyértelmű, hogy mi a bejelentés. Berkes Gábor, Szent Mihály Gábor és Geszti Péter! Vagyis! A soha! Michel, ugye itt talán többen ismernek téged. Nektek se könnyű, azért nektek se könnyű. Nektek se könnyű, igen. Nem tudtuk, hogy lehet egy ekkora sztorit érted tovább. Hogy mondjuk? Hogy jövünk mi ehhez? Meg szűkös az Effect Parkunk. Így van. Na. Nem volt akkora taps. Azt tudjuk, hogy nincsen begondoltál. Mi a bejelentés azért? Az Effect Parkhoz. Ezek után már nyilván mindenki összetette, de azért azt mondjátok el ti. Jó, Péter, hogy mire gondoltatok, és ezek után nem néz ki talán, de hogy mi maga. Soha többet együtt, nekünk, ugye? Nekünk megtisztelő, hogy Vadon János mikrofonjába is beszélhetünk. Nyugodtan húz magadhoz egy kicsit közelebb. Nekünk ez kicsit ciki, hogy nincs még egy, de hagyjad. Beleszagolok. Hát azért ez igen, tehát az a pálinka emlék meg. Írjátokkor én mit te használtál? Persze, tudod, ez a barbon shape. Írjátok levelet meg magyarul. Igen, van szerencsék bejelenteni, hogy ne te jelensd már. Hogy a mellettem ülő urak bejelentik. Így van. Na? Megadom a szót Michelnek. Michel, szegény Michel, pont a Michel. Igen, soha nem beszélt. Na jó, hát akkor mondjuk ki, összeáll a repülő. Imádtam. A retro hullám elérte a repülőket is. Egy rádióriport erejéig. Igen. Összeállnak is ma fel. Hát figyelj, amikor néhány évvel ezelőtt a kicsit alaptalanul Geszti Péter volt a Sziget 0. napja, mint életmű, érted? Figyelj, mindegy, csak ez. Te zenekarod? Nem érdekel. Én voltam, én megnéztelek, és tök jó volt minden, de gyerekek, a tömeg, a nép, az biztos, hogy akkor indult meg, amikor ti följöttetek. Már hazafelé, vagy mire gondolod? Hogy óriási volt nyilván az Michel egész lefordított. Nagyon jól Geszti a színpadon, de a legjobb, amikor mi is ott. Ezt akarja mondani. Pénzügyileg mindenféleképpen, ami szoktuk volt mondani, de figyelj, az óriási volt. Az a sok-sok. Feriként te ott voltál. Én ott voltam, én megnéztem. Nem hívtál meg, tudod, de mindig. Megvan a VIP-jegy, nem kell nyalni. Szereztem 6 VIP-jegyet, meg vagyunk, ott vagyunk. Köszi, szevasztok. Azt a szart, ami ott volt. Ott vagyunk az arra, nyugi, ezt már Péterrel mi leboltoltuk. Na, akkor ezek szerint a magánnyugdíj pénztárak földbálása titeket is érzékenyen érint. Igen, jól látod. Igazából fölmerült, hogy kell a Létúrné néven indulna ez a dolog, de végül is elhagytuk ezt. Hanem arra gondoltunk, hogy most a Gabikának megrándult a válla, illetve a hát a reggel. A dereka meg pont. A dereka, igen. Hát már ki ott van a dereka, ahol nekünk a hát mindegy fordítva. De a lényeg az, hogy hát ezt ismerem 30 éve. Ugye ez nagyon szarpony. Tehát, hogy repülők social club. Csináljunk közösen valami klubot. Repülők social club, tehát, hogy erre gondoltunk. De aztán ezt elvetettük. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy I Love You címen egy új koncertet fogunk csinálni. Na, de hát gondolom az arénában lőttük be a dolgot, nem? Jól látod, igen, ha már Feri elmintett a marketinget, akkor... Nem, mondhatjuk, hát most nem messze van meg. Az arénát egyébként is így ki lehet mondani ebben a formában. Ha nem mondunk pontos dátumot, azt majd mondjuk később. Szóval, hogy... Azt hiszem, milyen bátrak lettetek egy ideje? Figyelj, hogy egyet több vagy kevesebb. Persze, tehát november közepén minden lehet. Ennyi, megmogyoró nyomja az entert a büntetéssel, nekünk meg addig mindent lehet nagyjából. Hát most mit tudunk csinálni? Na, oké, de hogy egyébként miért? Szóval van egy nagy retro hullám, és ez nyilván baromira érezhető, azért most újra elindult ugye azok a nagy retro zenekarok, akiket azért megelőztetek nyilván a repülőkkel, mert én most mondjuk a 90-es évek közepére végére gondolok, de most azért egy nagy retro hullám van, ugye? Tehát megjelentek Péter a dollárjelek a szemedbe. Kizárt, mi euróban számolunk. Most egyébként már lassan a dollár erősebb. Vagy húf, inkább a húfnáger. Hát Michel, mit gondolsz te erről zenekre? Már meg inén. Mondat már, annyit beszéltem. Mit gondoltál Michel, amikor ezzel följöttem? Mi volt az első gondolatod, hogy atya úristen, megint elindul a dollár? Nem biztos, hogy ő hívott engem. Igen, te voltál az szerző? Csak hát kezdjük azon, hogy nem biztos, hogy ő hívott engem. Te mondta gyerekek, a TNT-nek is nagyon megy, valamit csináljon már. És itt megint nagyon hasít a parkba, adják a 6. koncertet, nem, valamit csináljon. Szia, és én vagyok az. Ki? Peti, Geszti Peti. Megtaláltad a telefonszámot? Az kicsoda. Ki beszél ott? Egyébként, tehát mindenki ilyenkor gondol mindenre, hogy retro hullám, divat, pénz,
ez valami. Ezek és ez mind, így van. Ezek mind működnek, de... Ezeket nem cáfoljuk, nem tagadjuk, a hír igaz, de az is benne van, hogyha az ember egyszer részt vesz egy ilyen örömünnepbe, ami egy ilyen zenekarba való lét, az időnként arra felmerül az igény. Tehát ettől függetlenül is. A felsoroltakon kívül az együtt eltöltött idők, hónapok, koncertek, élmények, közönség. Tehát ezek is itt közönség. Meg hát itt egy valós igényről van szó, most puszi jegyek ide vagy oda, amit a Feri mondott, ugye, amire a Feri majd a szigetes fellépéssel kapcsolatban, ott azért bebizonyosodott, hogy még mindig hatalmas igény van rátok. Hát figyelj, de a igazából ugye egyrészt jövőre lesz 25 éves a zenekar, és ugye mi körülbelül évtizedenként szoktunk egyszer ilyet csinálni, úgyhogy nem szoktunk azért fél évenként összeállni. Másrészt pedig azt gondoljuk, hogy van valami a repülőkben, ami a hangulatában, a jó kedvében, a felszabadultságában, kvázi mindannyiunk kicsi posztkamasz gyerekkorában, ha úgy tetszik, valahogy úgy ott pulzál benne egy jó kedv, és erre a jó kedvre ma lehet, hogy szükség van, és szeretnék ezt megosztani másokkal. Igazából erről szól az egész. Ugyanazokkal a táncos lányokkal, nem Erzsike nénivel, Marika néni. Igen, és hát a járókelet sziszterz, ez lesz a kóros a járókelet sziszterz lesz. Nekem az összes billentyűállványból le kellett vágni 30 centit, hogy ülve tudjak játszani. Ne, ülve tudjak játszani. Azt hittem azt akarod mondani, hogy nekem az összes megvolt kétszer is. Nem, a zenekar nagyon elrontott annak idején, mert ők már házasok voltak, amikor mi repülőztünk, én voltam csak szingli, ezért a lehulló morzsák nekem jutottak. Hát köszépen azokat a morzsákat. Nagy falat volt. Srácok, komolyan ti akkor már házasok voltatok. Bizony. És képzeld, hát ültünk elől a buszba, beszélgettünk a gyereknevelésről, az építkezésről. Ami sellem, Geszti meg hátul a buszba, a többit mindenki képzeld. Igen, igen, és hallgatátok el. Várj, a kislány, még nyomok rá egy kis tejszínjavú. Ja, Istenem, Jani, tényleg. Ne nézz föl, kicsi, még nem vagyunk. Igen, ott. Nem, még messze van hajdúha. Nem, az biztosabb az, hogy akkor valóban összeismerkedtem egy nagyon helyes táncos lányal azon az úton, és a következő párbeszédet hallgattam. Ennyit a rock'n'roll jellegéről a repülőknek. Elül a két apuka. Következő beszélgetés. Te figyelj, Michel, hol lehet hótfarkú cserepet kapni? Atya Isten. Nem szóval... is hótfarok, érted? Szóval ezeket a babérokat egyedül a Peti aratta le. Azt a mindenségét. Muszáj, hogy nagy babér aratta le. De azt mondta, hogy most a megmaradtat vihetjük. Egyébként a rövid gatyát azt te találtad ki? Ez nem úgy volt, hogy azt te ragaszkodtál, hogy te akarsz rövid gatyában fellépni? Én nagyon, nagyon szerettem volna. Megvan az a feeling, hogy nem fellépek, csak átmegyek egy másik helyiségbe, ahol éppen egy színpad van. Tehát gyakorlatilag az otthoni munkából ez egy jó kilépés. Igen, ugye ők meg a 80-esekben az voltak hozzászokva az első emelet zenekarban, hogy ott azért szépen csinosan kellett fölöltözni. Igen. És akkor Gabika azt mondta, amikor nagy nehezen úgy döntöttünk, hogy ebből egy zenekar lesz, hogy na jó, akkor végre rövid nadrágba mehetek a színpadra. Ez volt a legfontosabb motiváció. De nagyon az elejét se ítél benne, ha jól tudom, vagy kellett egy kis erősítés, mert azt mondtad, hogy nem, nem, ez gyerekek, ez nem fog működni. Igyetek, nem? Írtunk pár dalt, és nézegettük, hogy mi a fenét kezdjünk vele. És akkor mondta Gabika, hogy te, Péter, legyen ez a te lemezed. Mondom, egyedül nem blamálom magam, hát ki tudja, nem ezt mondtad. Kis... Ugye, mondtam, nem, nem, azt mondtad, hogy te hülye vagy. Ja, ezt mondtam, jó. Én PC-be mondtam, te az eredetit mondtad. Na, ehhez képest aztán az történt, hogy végül is a Michel viszont elkezdett házalni annak idén kiadóknál, kazettával, szigorúan kazettával, demo felvétel volt, és az történt, hogy mindenki elküldte a francba, és őt konkrétan lehülyézték. Michel, mit mondtak neked? Hát az, hogy a magyar rep az halott. Nem, azt mondták, hogy magyarul nem lehet rappelni. Hogy magyarul nem lehet rappelni, hát akkor ott még nem volt ilyen, hogy magyarul rappeljenek, így van. Igen, bár az elején, az jól indult a magyar rep halott, Michel, igen. Talán a pajor, nem ő rappel. Ő már Tomi már nyomta, akkor igen, ő rappel. De ő undergroundba is keményben nyomta. Tehát a divat mondja meg, hogy ki vagy, nagyon jó kis szöveg volt. De mi a fontos az, hogy a Michel elment kiadókhoz, és az egyik kiadó, amikor már nagy nehezen ráborintott a nem is tudom melyik kiadó, a Warner kiadó minket, igen, utána kötöttek egy fogadást a Jós Pistivel, az a kiadó, annak a kiadónak a vezetője. Fölhívta a Warnert egy másik kiadó, hogy nem fog menni. Így van, és azt mondta neki, figyelj, ha ebből eladtok 50 000-et, én letolom a gatyám az oktogonon. Na most hősök terén, bocsánat, a hősök terén. A hősök terén, azt hiszem 3 hét alatt elment 50 000 példány. És volt letolás? Nézzem, itt tartozik. Puha volt, tudom a sztorit, visszavonulom. Letolom a gatyám a hősök terén, és belőlök Árpád buzogányába. Nem, ez nem volt, Jani. Megviselte a tegnapi dukkolást. Hogy ez jellemző a puhaságra, hogy végül is egy Láda Pezsgővel próbálta ezt elbillenteni, de szerintünk ez nem volt. De azt meg a Jós megitta, úgyhogy. Igen, mi akkor láttuk, hogy nagyon-nagyon befutottunk, amikor a nyugati pályadóvel előtt az ottani helyi árusok, akik nyilván feketén árultak kazettát, a Szandi kazetta mellett árusították a repülőket. Akkor rájöttünk, hogy befutottunk. Már a Szandi már csúcson, oda mellé. A sikerjel az első hamis kazetta. Az első hamis kazetta, így van.
csak nálam az utolsó hamis hang, tudod? Szandi japánig jutott, csak mondom. Szandit még Japánban is árulták. Már nem a lány, hanem a flip-flop változatát, hanem a szív. Igen. Na, és utána azért megindult a dolog, azok azért szép évek voltak, nem? Szóval utána valami őrült nagy sztárok lettetek, arra emlékszem, hogy én akkor még birkoztam, és a bemelegítésre is repülők szólt. Egy mit csináltál, te birkoztam? Én birkoztam, igen, és voltunk egy szombathelyi versenyt, csak aztán abba hagytam. Köszönöm, hagyd meg. Én is kosárlabdáztam valamikor, tudod? Jó, hát az emberekkel együtt jártunk, mi voltunk a válogató. Azt kevesen tudják az országban, de én 2 hétig vízilabdáztam is. Hoppá, de és voltál? Hanyi is? 11 évesen nem nőttem elég gyorsan, és gondolták a szüleim, hogy elvisznek akkor valami úszós sport. Miért vízilabda? Hát, mert ott előre kell nyúlni. Felvettek a KSI-be, 2 hétig jártam edzésre, és kérdeztem, hogy hol a labda. Az első évben csak száraz edzés, meg úszás, csáj, és akkor el is jöttek. Mondjuk azért képzeljétek el azt a helyzetet, hogy Balázs ott van 4 kézlábas szőnyeges, és azt dudolja, hogy állj, nem, nyúlok hozzá. Szégyenletek, elmondom neked, 1991 szombathelyi magyar bajnokság, és rátok melegítettünk a szombathelyi vinkozó csarnokba. 91-ben még nem melegíthettél, mert mi 92-ben alakultunk, de semmi gond. Tudom, hogy régen volt Balázs, én sem emlékszem mindenre. Az egy gyönyörű, hogy egy év plusz-minusz megmondom. 92 szombathelyi csapatbajnokság, ott melegítettünk. A nővérem meg egy geszti képet vitt el a fodrász, hogy pontosan ugyanilyen hajszint szeretne, mint ennek a kislánynak. Ilyen nem szikeszteni hajszint. Ugyanilyen szép NDK-s foci frizurát, mert az menő volt akkor, legalábbis előtte pár éve. De nektek egyébként már hihetetlen régre nyúlik vissza a munkakapcsolatotok, hát annak idején gyerekszínészként is együtt melosztatok. Nekem egy nagyon nagy kedvencem volt az Utánam srácok, amiben szerintem először láttalak veleteket. A Gabikát láttad, sőt én is ott láttam őt először. Nem, hát én nem voltam olyan menő gyerekszínész. Mivel voltatok együtt? Mi egy Kisfiúk és Nagyfiúk című filmben voltunk együtt. És ki volt a kisfiú? Gabi még magasabb volt. Nagyobb voltam a gesztinél, 3 centivel. Komolyan? Pusztál bele, Péter, mikor jött a fordulat. Az a baj, nem tudtam, hogy miselyet kéne utolérni, azt kellett volna belőni. Én meg ugye nem jártam rendesen vízilabda edzésre, így jártam. Szóval, hogy igen, a Gabival szerepeltünk a gyerekfilmekben, meg szinkronizáltunk nagyon sokat, és hát ott kezdődött a mi barátságunk. Konkrétan úgy ismertem meg egyébként, hogy a bátyával szerepeltem egy 2 bont között a legrövidebb görbe című, nagyon rövid című magyar filmben, ami aztán méltán nagyon bukott a mozikban, és képzeljétek el... Címe alapján te találtad ki. Természetesen, de nem. Mi 6-os voltam akkor. A Gabi meg 7-es, és annyit láttam, hogy Tatán az egyik táborban, ahol minket ott elszállásoltak, és rengeteg gyerek szereplő volt, egyszer csak egy zsiguli, ha még emlékeztek erre a kifejezésre, elindult tiszta erőből hátrafelé a táborban, úgyhogy nem ült benne senki. És totálisan profin beparkolt. Majd egyszer csak kinyílt az ajtó, és kiszállt belőle a Gabi. És akkor azt gondoltam, ezzel a fiúval meg kell ismerkedni. És ott megalapítottuk a repülőket. De azért ezeket a dalokat azért finoman szólva át kell hangszerelni, nem? Tehát nyugtassatok meg, hogy azért nem azzal a hangszereléssel áll színpadra a dolog, ugye? Mert már akkor is ugye mindenkitől nyúltatok, de hogy azért ez... Szóval azért ezzel nagyon kell dolgozni a 92-es hangzáson egy picit, hogy azért az mai nyelven szólaljon meg, nem? Ez az érdekes, hogy nagyon nem szeretnénk hozzá. Tényleg? Tényleg. Akkor az igazi retro buli lesz, tényleg. De azért hozzányúlunk. Jó, finoman azért hozzányúlunk. Az eredeti zeneszerzők elhunytak. De a jogutódok még élnek. Nem, azok a mágnesileg már rég lekoptak mindenhonnan. Nem, hát azért ki fogunk adni például digitálisan remasterelt, ugye ezt úgy szokták mondani, újra kevert változatot, hogy jobban szóljon, de az eredetit. Egyébként ez egy örök talány, ez egy szakmai kérdés mindig, hogy a 20-30 évvel ezelőtti hangzást megkedvelték az emberek úgy, és szívesen hallgatják ugyanúgy, ami ma már ugye. Egyébként azt gondolom, hogy azért mennek, hogy azt hallják. Ez egy örök kérdés, zenész állandóan variálni akar, mindig meg akarja próbálni, és akkor jönök között, én azt akarom, azt a hülye szinti hangot akarom. Figyelj, most leadtunk, csak egy eklatáns, hogy leadtunk egy szóparti dalt, az EB dalt. Hallottam idefele, rettenet volt. Rettenet volt, meg akarom mondani a Náksinak, hogy ez bűncselekmény. Tehát egy jó dalhoz, egyben miért kell lelassítani, igen, tempót váltani, lefelé. Nem tudtad neki megmondani. Figyelj, Figyelj, 95-ben, 6-ban nem volt egy rossz dal, tegyük hozzá. Amikor kivizenekar volt, Soho Party, meg nem tudom, érted. Splash. Hogy vezetett az út a birkózó pástól egészen a Mónika? Akkor Balázs Sóli. Szóval, hogy szerintem azért mennek majd el, mert azt akarják hallani. Tehát nagyon nem szabad hozzá. A Michelnek volt egy jó ötlete erre, és gyakorlatilag ebben egyetértettem vele, hogy ugyanazt csináljuk meg, csak modernebb módon, tehát egy picit rendbe tesszük azt a hangzást, de azért mai lesz, de mégse más. Hát meg ami nagyon fontos, hogy mai show lesz mellette. Tehát az a legfontosabb, hogy brutális show műsort akarunk mellé rakni egyrészt, másrészt pedig, hogy valóban felidézzük egyszerűen azokat az éveket, azokat a hangulatokat, ami a 90-esek elején jellemző volt. Ez egy elég jó kedvű ország volt, mindenki nagyon bizakodott, bíztunk abban, hogy jó lesz, mosolyogtunk, sokat röhögtünk mindenen, és ismerkedtünk azzal az új világgal, ami akkor ránk szabadult. Az repülők egész energiájában tulajdonképpen ez van benne. Akkor hatalmas show lesz.
két robotlámpa, alkáli elemek a mikrofonokban. De Jani, te túl sok falunapon voltál olyan. Fénye hangolódó szintetizátor. Jó, hoztatok nekünk egy dal, csak hogy ráhangolódjunk. Ez a lesz még rosszabb, egy ilyen kis remasterelt változat. Ezt külön a kedvünkért csináltátok, de drágák vagytok. Michel? Én dolgoztam rajta két napot. Komolyan? Apetyári játszott, nagy meló volt. Mire felállt az XP? Nem, a Commodore 64, szerencsét. A Win 98 vagy valami. Na jó. Oké, csak egy kis multidézés, akkor meghallgatjuk, hogy hogy szól ez remasterelve. Jó, aztán jövünk vissza. 9:30 van pontosan. Hey, soha ne félj, hogy oda sodor a szél, ahol jó. Lesz még rosszabb. Ja, itt vagyunk. Hey! Ez az új dalocska, kérem szépen, remasterelve. És közben előkerültek. A friss 25 éves, így van. És közben előkerültek gyerekek olyan cuccok, olyan retro cuccok. Stúdióban itt a repülő. Itt van a repülő, gyerekek. Itt van a dobos meg a dohos. Összeadottak az életkorok. Azok a klasszikus pilóta sapkák, ugye konkrétan tényleg ilyen filmgyári szaggal, ilyen dohos naftalin szaggal. Ezek eredetiek? Ezek azok, amiben mi annak idején blamáltuk magunkat, igen. Tehát ez, ha megnézed a régi fotókat, ezek pontosan ugyanazok a bőrsapkák, és egy szemüveget meg is találtam hozzá. Az brutál. Gyönyörű szép. És hát szeretnék itt megemlékezni egyben egy nagyon fontos dologról, hogy Szentmihályi Gábor barátunk, akinek az apukája Szentmihályi Antal, egyébként a magyar válogatott, labdarúgó válogatott kapusa. Ezt kevesen tudják, aki 1964-ben, amikor mi születtünk, Michel, akkor ő bizony olimpiai aranyérmes volt Tokióban, fociban, és egyébként a spanyol EB harmadik helyezettje. Tehát ezt csak úgy mondom EB kapcsán, hogy ennek itt aktualitása van, hogy a Michel ma bejött, mert azt szokták mondani, hogy két bolond van. A foci csapatokban a kapus, és a zenekarokban a dobos. Úgyhogy mi megörököltük a legbolondabbat. Nem, szegény anyám örökölte meg a legbolondabbat. Mind a két oldalról támadják. És apukának most volt a születésnapja, tehát... Ez. Igen. Én már túl vagyok rajta. Michel se sokat változott. Nagyon klasszik. Van apám, igen. Jó, mondjuk, Péter, én szerepem lejár a beszámolásnál. Egy-két, onnan már több. Igen, nagyon klasszik. Nem Péter beszél a legtöbbet, hanem hogy az Artisus is neki utal. Igen. Kicsit érdekli a lóvé, hát most mi van? Akarsz róla beszélni? Már mennyit, Péter? Nagyon klasszik Unlimited pólók meg lesznek? Ugye az akkor egy márka volt, már nincs, beszéltünk róla, hát az Unlimited akkor az olyan sláger volt, hogy mindenki megőrült azért. Volt egy nagyon helyes srác, Bárány Sanyinak hívták, de mindig úgy köszönt nekünk, hogy nekem, hogy asszonyom, hogy van. Ebből látszik, hogy nem volt teljesen normális, és ő hozzánk vágott két raklapnyi ruhát. Ebből behoztunk most párat, brutálisan néz neki, hogy ezekbe léptünk föl annak idején. Így van. Hát egy klasszik repülő. A sárga Unlimited pólót, hát az és kisgatyában. Nagy baj volt, és kisgatyában Michelnél látható a kisgatya. Istenem, a legjobb. Nálam meg a nagy baj van. Igen, a nagy baj van, mert nagyon beakadt a háta, vagy a dereka, vagy mit fáj. És volt valami rohadt nagy ilyen műarany medál a nyakatokban, nem? Valamilyen, arra is emlékszem, hogy konkrétan női övek voltak. Tehát az a stylist, aki arra járt, akkor a barátunk volt Molnár Laci, és azt mondja, ezeket vegyétek föl. Mi ez, Laci? Női övek. De a bizsúnak az alsó kategória. Nem, az nagyon menő volt akkor. Tehát a nyakukba. Hát az kétségtelen. Igen, meg píszjelek, meg nem is tudom, minden volt. Nem volt píszjel, ilyen nagy, vagy Mercia, nem volt? Ilyen lopott kocsikról. Nem, nem. Nálunk egy lopott Skoda mellény volt, tudod. Figyeljetek, és azt nem mondtátok, lehet, hogy mondtátok, csak nem figyeltem, mert a Péternek a barbonya elkábított egy picit, hogy új dalokkal készültök, vagy pedig csak az lesz, hogy ugye az első két klasszikusnak mondható albumot fogjátok tolni. Az első kettő, az első és az utolsó kettő. Két lemez, az első utolsó. Ez egy örök kérdés, hogy új dal legyen-e. Nem döntöttünk még, tehát nyitva hagytuk a kérdést. Ráadásul a Péter annyi dalt írt mostanában, hogy kell egy kis szellőztetés az agyának, hogy tudjon valamit írni. De nem dölt el. Én azt mondom, ez majd addigra kiderül, mire szik. Aha, a fiókban nem maradt semmi? Mit tudom, Péter, ő biztos kallódik még. Nekem van a fiókomban egy csomó klasszikus zene, de az igen nem jó. Pár szponzort hozunk neked, Jani, jó, hogy ne legyen szomor az életed. De hát a fiókot elhasználtuk. Jó, vendégelőadók meg vannak már? Kik lesznek? Hogy lesznek? Zenészek? Hát valami sok emberrel dolgoztatok. Most jön az, hogy a Hungarikult hívja meg először. Csak jelzem egyébként, hogy egy dalt egyébként elnyomhatnánk mi is az arénában. Hunanyár vagy Hunadalc, bejelentkeznék rá, hogy azért átadatos volt. Jó! Sláger. Ma nyomtatok a sláger. Bármelyik falunapon megállja a helyét egyébként. Oda is készül. Gondolom is. Oda is készül. Falunapból nem árt a sok, tudod. Igen. Szóval, hogy lesznek? Lesznek emberek? Jönnek? Zenészek, énekesek? Az emberek zenekarban a Gábor zenét,
az nem lesz most, hanem másokat fogunk majd. Azt mondjuk nem, a mama indulnom mama kell, azt még azt nem tudtam neked megbocsátani. Van annak egy techno verziója. Tehát a mama indulnom kell, ez most kér bocsánatot az egész országért. Komolyan mondom, a Miller egy kiváló énekes, de kikérem magamnak, a mama indulnom kell. De nagyon tényleg. Szép, nagyon szép dal. Jó az, az jó volt, az, az volt. Hogy hagyjuk már ezt az égzét, tényleg ez most ez a rossz című műsor. De Balázs, döntsd el. Komolyan mondom. Mondjuk ez igaz. Egy ország várja, hogy elnézést kérjetek azért a dalért. Hát váratnak. Tisztelünk valamit, az nem repülőga, jó? Tehát tudod. Nem tudnánunk, ez az elmúsz 20 és elmúsz 40. Elmúsz lassan. Szépen, szépen is. Ó, tudja, jó, ami tovább jutottál. Csak az a baj, mivel nem elsírtam magam. Jó. Na jó. Én is miután ebben a sapkában nézek rád. Ha ennyire nagy, nagyok vagytok dalszövegben. Tettől a fejed, de Péter, igen? Figyelj ide, tessék, mondom neked. Na, csak nézzük meg, mennyire vagy kész. Fényben ázik. Az utca, utca. Nem, nem cugunk! Nem cugunk! Na, tessék, azt mondjuk, több száz millió nikotin csútka, hogy folytatódik? Repülők, dal. Gyerekek, ezt át kell még nézni. Az utca, utca, több száz millió nikotin csútka. Igen. Hogy folytatódik, Balázs? Padok és kövek, sok őségi szöveg. Padok és kövek, sok őségi szöveg. A falakon, valaki lovagol a szavakon. Igen. Na és mire jó itt ez az egész, nagyon utálom, amikor maga le nyom a magányom. Igen, és akkor legyen ez, hogy a felemelős, olyan felemelő, mint a Bahama-szigeteken egy fekete nő, ez nem lehet, hogy ez... Direkt olyat választottam, ami azért nem olyan nagy, nem olyan nagy klasszikus. Mondja, amit én is tudok. Arra még emlékszem, hogy ágyon, lágyon, lázon, lázon, nagyapám, belemagyarázó, boltülembe. Erre emlékszem. Direkt nem azt, direkt nem azt. A magyar reformok, hogyha nincs kivel. A slágereket tudja, hogy nincs kivel, kérdem én, mire így felel. Ugyanaz a nő lesz gyermekeid, anyja, ki a nyújtsod lánya, és eljön a napja. Hogy nem érted, még a Jézusom, én ezt tudom. Te ezt honnan tudod ilyen jól? Honnan megy ez neked ilyen jól? Mert ő nem jár birkozó edzésen. De ne haragudjál, ha már tiszteletjét elkérted, akkor tanuld is meg a szövegeket rendesen. Mondom, hogy tudom. Egyébként pont az örök, hogy pont úgy néztek ki, mint mi. Tehát ha van egy SS, egy MS és egy LS méret. Ugyanaz. Egyébként hasonló a felállás. Hát, minket ugyanúgy bele lehet állítani tornasorban. Így van. Mondjuk Jani abban a pilóta sapkában, kérlek benne. Ne csinálj magadból. Figyelj, akkor viszont lehetne falunabban lekettőzni a zenekart, és akkor egy fele. Tudjátok meg, hogy így van. Ők is két fele járnak. Igen, nálunk úgy lenne, hogy akkor a Gabika elmenne egyedül valamelyik keleti ország részben, meg a nyugatiban Michelle ketten. Figyeljetek, mi előzenekarként két dalt szívesen elnyomunk. Te nem? Simán. Ennyi. Tehát, jó, gyerek, köszönjük, értjük a felkérést. Megtáncoltatjuk az arénát. Okay. Jó, én meg majd megvigasztalom a régi táncos lányokat az újat miatt. Mindenképpen jó. Te reméltek, reméltek, remélsz? Mi már minden. Tudod, minden. Az a midlife fan, tudod. 42 évesen mindenre. Na jól van, oké, okay. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, lassan, lassan mennünk kell. Még van a hátra, van a nagy bejelentés, tudod, amit hype-oltunk egész reggel. És még jön egy zenekar, bejelent valamint. Nagyon várjuk akkor. Sokat dolgoztok majd nyilván, és aztán megnézzük, hogy mi lesz a végeredmény. Mi ott vagyunk, ott leszünk. Van, jó? Nem azért, mert hogy adtok 6 VIP-jegyet, ez egyértelmű, de hogy nyilván azért természetesen. Különösen azt mondom, 100-at kértetek. Végre mertünk nagyon támadni, 100 irány a Skybar. Minimum arena Skybar, máshonnan nem akarjuk nézni. Na jó. Jól van, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Szeretünk bennetünk, imádunk benneteket. Köszönjük szépen. A Repülők zenekarnak köszönjük. Michel, Berkes Gabi, Geszti Péter, köszönjük szép szépen. Volt, fiú. Visszuk a dohot. Ja. Vigyétek a dogszagot. Na jól van. Milyen jó végszó. Milyen jó végszó. Na, gyerekek, menjetek öregek rá. Toljátok el a bringát, bácsi. Előztessetek fel ki után. Nem elpatkolni a színpadon? Decemberig még maradjatok életben? Faterok. És köszönjük szépen főszponzorunknak, a Nemzeti Vérállátónak, hogy lehet. Szevasztok, köszönjük. Hello, szevasztok. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Csak miattad kérdezzük fel, mert mostanában egy csomó olyan fullos macskahintát sorszoros. Ma jönni? Mert hogy látom, hogy láttam be, most igen, a kis stúdióban, és láttam, hogy egymás egyé hevernek a macskahintát. A macskahintát is egyik másik elképesztően fullos. Full extrás macskahinta van, de az nem egy 9 előtt képzelő. Képet kaptál róla, tehát tudjuk, hogy hogy néz ki. Viccelsz. Elektromotor hajtja. Ma, mit tudom, színes papagájtól vannak rajta, vagy azzal van kibélelve, igen. Azzal van kibélelve, hogy a macskát nyugra. Szegény Feri, már én is full extrás. Jött ki a stúdióból, van, oda vágtál, Feri, jó lett? Ha, ez mondom, gyereke. Most nagyon jó lett? Szegény, láttam egybe a papíron, macska hinta. Nagyon jó ajándék. Meg vagy te áldva ezzel. Nagyon jó ajándék van, úgyhogy de a gazdákat is elküld. Jó ajándék egyébként.
Tényleg, egyébként a gazdák örülnek. Hát mit csinálsz egy macska, hogy te berakod és hintáztatod? Én nem, magától hintázik a macska. Nem á, de szólt a macska, hogy én akarok egy hintát, és azért gyártott, ez hogy van? Egyszer csak egy macska föltette a kezét, és azt mondta, szeretnék hintázni. Oh, jó, gyártsunk macska hintát. Rendben, ezt úgy szereti a macska. Hogy van ez? Egyébként ez az van, hogy tényleg szeretik. Komolyan mondom, nekem sosem volt macskám. Én már láttam. De szoktad te így a karodba hintáztatni a macsest, vagy mi? Nem, ezért kell neki a hinta, mert a te karodat nem szereti, viszont a foglalkozását igen. Hát figyelj, ha meg tudjuk beszélni. Hát ha marad még egy. Miki örülne neki szerintem. De én bele tudok ülni? Hát ez olyan hinta? Nem, ez a macska tud. Tehát nem úgy van, hogy te beülsz a hintába és a macska az öled. Beül, ez csak a macskáé. Azért érted, exkluzív. Ja, most látom. Aha, most látom, hogy mi ez. Menő, mi? Ez nagyon menő. Úgy néz ki, mint egy ilyen baldahinos ágy, ami ugye egy fölül van megfogatva, lógnak le ilyen rongyok, és a macska három különböző szinten pihenhet. Két párna van berakva, egy ilyen piramis alapú kis lógók is, nem tudom, ilyen baldahinos cuccot kell elképzelni. Alul meg egy ilyen, hát egy ilyen tartószerű, hogyha ő abban szeret pihenni. Hát érted. Nagyon beteg. Megmondja. Ez egyébként, hogy ti állattartók, akik ilyen kedvtelésiek vagytok, tehát hogy nem élelmiszer alapú, az állattartás, hanem kettelési, irgalmatlan pénzt el lehet költeni. Hát, nagyon sokat. Tehát a gumicsont, ami a fogat erősíti, de közben sípol, hogy a kiskutya jól érezze magát, az aranyhörcsinek a futtató, hogy hívják ez a kerék, érted? A papagájnak a nem tudom milyen szép íjacsont, amit ő a csőré koptatja. Hogy? Tudom. De eddig, de az állatok eddig tudtak élni ezeknek. Uh-huh. Tehát évezredeken keresztül boldog most macskák. Most már nem tudnának élni. Ja, nem voltak igazán boldogok a macskák. Annyira elkényelmesedtek, annyira hozzászoktak, hogy van macska játszótér, macska mászóka, macska hinta, minden van. De a szobád kis sarkába behelyezel egy ilyen mászókás. Nem a szobám, a szobája. És te vagy a rabszolga. Tehát ezért nem bírom a macskákat, igen. Ő kiszolgáló személyzetet igényel, és csak akkor... Igen. Ugye? És csak szeretem akkor barátkozik, ha ő akarja. Egy állat valahogy feltétlenül szeret, és mindig vár, és mindig örül, és úgy fel... A macska nem ilyen. Tehát így nem kevés párhuzam van a macskánk és a te jellemed között. Akkor ezért csak nem írja. Csak így finoman jelzem. Hát te tudod, hogy hasonló, tehát hogy az nem jön. Írja. Nem jön. Ugye nem jöttök ki egymással. Tehát nem jövünk ki egymással valószínűleg, mert valami hasonlóak vagyunk, tehát nekem mindig kutyám. Vagy a macska allergiám, és azért nagyban visszavet. Én bemegyek egy lakásba, macskát nem is látom, egy percre megmondom, hogy van macska a lakás. Annyira elkezd ömleni a könnyem, de milyen durva, hogy allergiás vagyok olyan állatra, amit egyébként nem szeretek. Nem? Hogy működik az ember? Hogy hasonló a macska jelleme, meg az enyém? Igen, de milyen a macska, és akkor magamra ismerek. Tehát finoman jellemezd a macskát, és akkor nem bántasz meg engem. Akkor nagyon finom legyél. Mondd el, milyen a macska, és akkor megértem, hogy mit kell még javulnom, vagy hol kell még javulnom. A macska is elvárja a minőségi kiszolgálást, egy picit azért türelmetlenné válik, amikor látja, hogy már egyébként karnyújtási távolságban van a macska kaja, illetve a macska tej, és amikor már teszed le, akkor oda megy, és ellöki az orrával a kezed, hogy ez meg figyelj, már ilyes vagyok, kenni akarok. Csak hogy párhuzamot vonjunk, akkor én engem úgy képzelsz el, hogy ülök az asztal előtt, ütöm az asztalt, jön Viki, vagy innen, kikapom a sersztit a kezéből, van innen, hozzám még, majd nézd, sört, fölkiáltok a sört, és Viki meg hozom. Ja, a macskát csak különösebben zavarja, hogy ki előtt van az a tányér. Na ez már viszont én vagyok. Most Ferinél, hát mit csináltam? Mindenkit körbe. Annyi a különbség, hogy te nem ülsz az asztalra, mint a macska, igen. De ez szerintem már csak évek kérdése, hogy öregsz. Ugyanoda járok egyébként piszkítani, ez jó, tiszta vagyok, nagyon tudok dorombolni. A legszívesebb benne a macska, és a saját helyén kakil. Igen. Ha kell, én is hazaviszem. Inkább teszek egy kitérőt. Máshol. Ez a nagyon nekem tudok dorombolni, ez engem érdekel. Szeretem, ahogy nyúznak, csikiznek. Engem csikizhetsz nyugodtan. Bármikor masszírozási vágyad van, vagy hogy leggyúrnál egy kicsit, vagy csikiznéd a talpán. Szólsz, jöhetsz. Jó. Ha megunod, te is harapsz. És karmol. Oda kapok. Igen, szóval én ezért nem jövök ki. Ezért nem jövök ki a macskákkal, mert hogy úgy, ha akar, szeret. Ha akar, nem szeret. Ja, így van. Neki van öntudata. Erős önképe van, így van. És bárkire ráerőlteti a saját akaratát. Bárkire. Meg a kutyának mondod, hogy Foxy, gyere ide, vagy nem tudom, hogy hívnak egy kutyának. Igen. Frak. Nagyon nagy közszeket. Frakhoz, ugye? Igen. És macska is nagyon-nagyon szeretető is tud lenni, de néha legszívesebben felrúgnád az egyik. De ő például nem megy hát oda. Ez igazából ez a legnagyobb párhuzam. Köszönöm. Alapján, hogy nagyon szerethető ember vagy, Bali, mert néha felrúgdossánk az égig, de egyébként nagyon szeretem. Igen. Nem tudom, szinte mennyire nem nehéz velem. Szóval, hogy én minél jobban öregszem, annál kiegyensúlyozottabb. Kinézek oldalra. Annál kiegyensúlyozottabb teljesen. És régen
sokkal inkább hangulatember voltam, akár itt a műsorban is. Most viszonylag egyenletes teljesítményt hozom. Valami, hát jövök be, és hátadra feküdtél, és akkor így szétdobtad a lábaidat, és kicsit hemperegtél, és így jelezted, hogy menjek oda, és egy kicsit dögönyözne meg a hasadat. Azt hittem azt mondta, hogy nyalogattam a golyóimat. Már jövök be, és a Bali mit csinálsz öltözővel, próbálj értesz. Felemelt lábbal. Mint izé lővérted a német szövetségi kapitány, kis Dén is csekkoltam, hogy minden rendben van. A begyárkört. Megnéztem a tüzérmas polyáimat, hogy ott vannak-e. Hogy ott vannak-e még, igen. Huszár tallér, vagy mi az? Na, drága hallgatók, elküldhetitek nekünk, mi volt a legbetegebb dolog, amit megvettetek az állatnak, azért, mert azt hittétek, hogy az jó lesz. Hát itt a madártartók, a kutya állatbarátok, a cicatartók, a leguántartók. Tényleg írjatok, hogy, hogy mit erőltetett ránk már a fogyasztói társadalom, mert ez egy baromi nagy biznisz egyébként, nem? Hát, hogy vegyél meg mindent, tényleg a fogkefe, fogkő letisztító csontot, amit a kutya nem tud elrágni, a bolhanyakörtől, a cseppen keresztül. Viszont a ketté arra pegészben lenyel, és keresztbe fordul a belejében, és utána el kell vinni, és szerencsétlen meg kell műtetni. Igen. Úgy csinálom a Benit egyébként, hogy annyira akar macskát. Megvan, megírták. A szibériai cica antiallergén. Komolyan? És szibériai macska. Az a baj, hogy bemész valahova, macska van, ott macska szag van. Tehát, hogy az büdös, ott macska pisi szag van abban a lakásban. Ki kell cserélni az almot állítólag, az segít. Most, nem? De nem, hogy a macskának sokat, van egy... Sokat dob a dolgon. Ugye? Tehát a macskának van egy jellegzetes szaga. Tehát a macska aló, meg az macska szag, az egy ilyen kicsit ilyen erős, ilyen verejték, ez egy macska szagnál, tehát nincs macska ivartalanítás, ivartalanítás után már ez nagyon erőteljesen csökken, és általában mondjuk a kammacskákra jellemző, tehát a nősnék azok sokkal kevésbé illatosak. Na, tehát neked egy szibériai ivartalanított nőstény macskára van szükséged. És az antiallergén? Kinti WC-vel. Antiallergén? Azt írják. Igen. Előállítottak egy macskát, ami antiallergén? Ja. Kereszteztek egy macskát, hogy legyen egy antiallergén macska. Ez is mennyire beteg. Nem? Hogy antiallergén macska. Ne, vegyél a Beninek egy Maine Coont. A Maine Coon az olyan macska, hogy ha rákerestek, meglátjátok a képét, hogy majd ő viszi ki a Benit játszani. Akkora. Nagy darab. Képesztő. Náluk van a közelben egy nagyon jó szocializált Maine Coon, és amikor először megláttam kint az utcán, így megálltam. Hogy írják ezt? Azt mondja, hogy Maine Coon. Ja, mert én beírtam, hogy Maine Coon. Nem dobott ki semmit. A megvan, már ki is dob. Maine Coon macska. Az a Maine Coon macska. Maine Coon. Maine Coon, aha. Aha, nézzétek. Jézusom! Ez 40 kiló. Kb. Mint egy hiúz akkora. Jézus. És kezdve, amikor így megállott a környéken, tatalmányat érnek a sarkánál. Nem megy oda! Gyere, Pistikem! Te arra most nem megyünk! A szörnyet vigyál haza! Nem akarok úgy fölébredni, néz a macska, hogy néz rám a szoba másik oldalán. És megnyalja a száját. Fekszik a mellkasodon. Csak ki fekszik a mellkasodon, és vizsgál, tudod, megnyalja a száját. Itt gyors fel a villanyt, valami nem kapok levegőt! Kopasz macskát kell vennem annak. Az egyik szintén. Ne, az nagyon stejnek is tofos, ez megint áthallásos. Ja, neki valami kínai kopasz kutyája van, vagy volt, vagy nem tudom. Aha. Nem állhatok el. Meg az a baj egyébként, hogy azokra nagyon-nagyon oda kell figyelni, tehát hogy tényleg öltöztetni, ruháztatni, na, a hátvéért. Ezt már sokszor elmondtam ebben a műsorban, hogy azt kikérem maga. Tehát az állat nem életre való, akinek kabát kell. Tehát, hogy az... Zsiga, most ide adja a kis bal mancsát, most a kis jobb mancsát, felveszük a kis írhabundánkat, és kimegyünk pisilni. Te a szibériai viszont jó fej. Igen, azt írják, hogy jó a szibériai? Nem, én csak képre kerestem rá. Mit csinálok, amíg elmegyek nyaralni például? Vagy, tehát hova teszem a macskát? El van egy hétig? Megmondom, igyál, oda tolja, oda teszem. Itt maradsz, őrzöd a házat, csöndbe, vagy el lehet menni? Mindig kutyát például sajnálnék ott hagyni. Neki, ha. Ó, nagyon. Át tudom dobni? Át lehet hozzátok dobni? Ne, szerintem csináljátok azt, hogy fogsz egy 25 kilós macskaalmozsákot, meg egy 25 kilós macska kajászsákot, az oldalát snitzerel mind a kettőnek megvan, ez viszontlátás. De most komolyan, ott lehet hagyni? Tehát ő el van, nem? Nem áll bosszú. Nincs ilyen düböl kakilás, mint a kutyánál, tudod? Itt hagyták is gazdám, összegittelek. Ősz mindenhova jött, de a macska nem csinál ilyet? De. Düböl összekakilja. Istenem, a csontvári! Igen. Nem, azon csak egy ilyen. Az összes bőrkabátom, tudod, néha, minden. Figyelj, a konyhabútor. Néha megőrül például, a Mikinek vannak olyan rohamai. Hát akkor lelövöm. Volt olyan, hogy például Moni nem mert kijönni a szobából. Mert kint volt ilyen vérben forgó szemekkel, nem tudjuk, hogy miért, időnként megőrül a macska. És akkor beterrorizál? Hát az, amikor állsz vele szembe, és nem mer semmilyen irányba lépni, mert látod, hogy a farka így össze-vissza jár, és megtámad konkrétan. Ahogy hátat fordítasz neki, utána rohan, ráugrik a lábadra, és beléd harap. Jaj, de jó, hát ez kell nekem. Figyelj, ugye? Őrült. Mert minden nap valami izgalom. Igen. Macska tartok. Igen. Én nem az a dögunalmas, hogy kutya, szólsz neki, csontod, botot eldobod, visszahoz. A macskánál van izgalom. És már messziről
hallod, már ver le a víz, hogy hallod, hogy távolul a kis, mert Mikinek is van kis macska csengője, hogy elriassza a madarakat, mert már megmondtuk, hogy állandóan hordja haza az összes ilyen 20 000, 30 000, 40 000, 60 000 forintos eszmei értékű, felbecsületelen értékű, tudod, hogy hazahozott egy kerecsen solymot, és raktunk a nyakába egy ilyen kis csengőt, hogy elriassza a madarakat, és már messziről tudod, hallod, hogy... Gyors, így hermetikusan zárat az ajtókat. Nagyon beteg dolgot találtunk. Ugye az volt a kérdés, hogy írjátok meg nekünk, mi volt a legértelmetlenebb dolog, amit megvettetek már kutyáknak, vagy macskáknak. És Anát küldött egy oldalt, nagyon jó. Van például kukkoló ablakkerítéshez, ami úgy néz ki, hogy megvan a fakkerítésed, és mint egy ilyen óceánjárónak az ablaka, kijön a kerítésről, ott a kutya ki tud nézni, hogy lássa, mi történik az utcán. Nagyon a kukkoló ablakkerítéshez. Minden kutya szereti látni a többi ablakot. Átnéz a fakerítésen, van egy üveg, egy domború üveg, amin a kutya ki tud nézni. Nagyon jó. Ez szalonna illatú buborékfújó kutyán. Jó. Nem viccel, de szeretik üldözni a buborékot, és a szalonna illatú szappan buborékra még inkább bennek. Egyébként, amit utána elnyomoghatnak a kutyák. Van kutya parfüm. Ez 70 dolláron kapható már. Tök olcsó. Keveredik a szoba illata a kutya illatával. Az alig 20 000 forint, azt szerintem megéri van. Mondom a következőt, etetőszék kutyának az asztalhoz rakható kis csivavákat bele lehet ültetni, fölrögzi, ott ül benne a kutya, felrakja a két kis mancsát, és elfogyasztja az ünnepi vacsoráját. Kutyatanga, van ilyen is már egyébként, két angol buldogot mutatnak rajta szépen a kutyatanga. És bevág a fenekébe? Ugye ez például, ha tüzel, akkor kicsit vérzik, nekünk legalábbis a snacink egy kicsit mindig vérzett, és akkor mi is bugyítattunk rá otthon egy betéttel, na erre már föltetni kutyatanga. Hogy ne csöpögjön, így van. Macska francia ágy is van, amiben ketten tudnak befeküdni az ő kis társával. Kutya ékszert is lehet tenni már kutyákra. Végbélnyílás takaró. Erről ugye beszéltünk már egyszer nagyon régen. Ha nem akarod, hogy látszódjon a kutya kis csúnyája, akkor egy kis virágmintás ragasztót felraksz oda, és kitakarod a végbelét. Igen, mert az olyan illúzió romboló, nem? Nem szép. Szép. Elől olyan szép, olyan kis csecse oda, mert megsibogat, aztán amikor megfordul, tudod. És olyan, Igen, a csúnya meg odaragad valamit, tudod. Ez tényleg nem néz ki jól, ezért felrakhatsz a végbélnyírásra egy kis takarót. Szoktam úgy nézni a tévét egyébként, hogy elfekszek a padlószőnyegen, és akkor, amikor a Miki így megjelenik, végdörgöl így oldalról az arcomat, és aztán megáll. De úgy áll meg, hogy 5 centire van tőled a nyílás. Azért ez egy picit illúzió romboló tud lenni. Nagyon durvát mondok, kutya szexjáték. A kutya ki tudja élni mindenféle vágyát, azon a kutya alakú műanyag játékokon, nagy csőrrel, nagy kutya. Fenékkel, fantom kutyák. Így van. Fantom láb, mert francia. Egyébként a kis kutyák, tudod, oda megy az ember lábához, átöled ír. Na, ezt le tud tenni. Azt mondja a francia cég, aki gyárt, hogyha nincs kutyád jó dekorációnak, ha van, tedd le, neki imádni fogja. Nem kapja el többet a lábadat. És a lehető legbetegebb az a kaki kijárat, ami arról szól, hogy egy zacskót rögzítesz a kutya fenekére, és úgy csinálják meg, hogy már nem kell állandóan összeszedned, hanem ott van vége a zacskó. Megy a kutya, és egyenesen belenyomja a zacskóba. Hopp, leszeded a zacskót, és összerakod, ezt föl tudod rögzíteni a nyílásra. Hát ez szerintem szadizmus, az, de... Igen, az már picit fura. Kicsit. Nem érez semmit. Azt mondják, nagyon barátságos, szeretik a kutyát, eltávolítod a zacskót, és utána. Vagy a praktikus tud lenni, mert hosszú szőrű kutyáknál, ahol hátul is hosszú a szőr, ott azért szokott nem lenni, nem rossz, igen. Én fésülgettem azért, nem túl nagy kedvel korábban. Szóval, hogy vannak érdekességek. Na írjátok meg tényleg, mi volt a legbetegebb dolog, amit ti megvettetek, jó? Kutyának, macskának, papagájnak, kígyónak, békának, amit nyilván vagy rátok beszéltek, vagy úgy éreztétek, hogy jó lesz, aztán soha büdös életben nem használtátok többet. És hogy mennyibe került, mert azért ezek drágák. Bizony. Nem? Egy vagyont lehet elküldeni teljesen értelmetlen dolgokra, háziállatoknak. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! DJ Oti ugyan visszamondta a koncertjét, mert beteg, és ezért lemondta az európai turnéját, üzent a rajongóinak. Így van, de a Kabala kulcstartó pendrive-ján mindig van legalább 30 gigányi anyag. Így van. Üzent magyarországi helytartóinak, hogy nem sokára érkezik, és folytatja európai turnéját, kicsit visszavonult, ezért a mai koncertet le kellett mondani, de lélekben azért ez a szám azt üzente, hogy DJ Oti gyógyult. Igen. DJ Oti éledezik, és nem feledkezett meg magyarországi rajongóiról. Igen. Magyarországi helytartóiról. Ha valaki becsukta a szemét, azt látta, hogy jön. Igen, a mai koncert betegség miatt sajnos elmarad, amit ígért DJ Oti, de
De üzent azért, hogy itt van. Há, itt van. Veletek egy jó kis Robert Miles-szal, úristen, mekkora zene volt ez. Ez ilyen, hát nem is, hogy 92-93 környéke ez is. Egy jó Children. Nagy zene volt. Nagy zene volt. Neked. De egyébként ez nem volt. Nem volt rossz. Nem, ennek hangulata volt. Jöttél haza a kamasz korodban, igen, valamelyik buliból. Kicsit hátradőltél. Nyáron, szerelmesen, 92-93 környékén, és szólt ez a dal, minden rádióból egyébként akkor, és úgy érezted, hogy ez olyan hazavezetős kis dalocska. Szóval Oti üzent, hogy Oti nem sokára Európába látogat. A szabadság után. A már ígért koncert csúszás miatt sajnos elmarad. Na, nagyon sok SMS jött egyébként. Ugye arról beszélgettünk, hogy ki milyen értelmetlen dolgot vett már meg az ő kis állatának, és felsoroltunk egyet-kettőt, hogy hát tényleg ez eszméletlen idiótaságokat kapni kutyáknak, macskáknak. A kedvencem egyébként a kerítésre építhető kukkoló rész. Nagyon jó. Ami egy üvegbúra, ahol a kutya ki tud nézni a kerítésen, és látja, hogy mit történik az utcán. Szerintem egyébként ez nagyon jó. Nem szorul be a feje, nem tudják bántani, oda ki szépen fölteszi a kis állacskáját, néz balra, jobbra. Igen. Na, hát rengeteg SMS, hogy ki milyen hülyeséget vett már meg, vagy hallott, hogy a szomszéd, a barátja, ismerőse megvette háziállatának. Asztalos műhelyben egy férfi a macskájának 2 darab etetőszéket rendelt, egyet otthonra, egyet a nyaralóba. Sírtunk, egy napig nem hittük el. Megcsináltuk 35 000 per darab árért. Imádlak benneteket, jól műsor. 72 darab etetőszék a cicának. Na jó, hát egyszer érted, szereti ezt az állatot. De ráadásul a macska nem is ilyen odaülős, vagy igen? De ez igen. Ő olyan. Igen, őt rászoktattál. Vagy igényli a törődés. Cicafenék ékszer strasszokkal kirakva, ami farokra rögzíthető, virágszívecske, vagy akár csillagalakban. Mm-hmm. Egérszagú műegér. Egyébként ezt is megvettem, a cica azóta is a cipő fűzőmmel járt. Hát igen. Képes voltam nekem, cicám van, képes voltam Ausztriából rendelni macskaházat, mert nekem csak azt tetszett, majdnem annyi volt a kiszállítási díj, mint maga a macskaház. Az összeget nem írom, mert a párom is hallgat benneteket. Anita küldte nekünk. Itt van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Niki! Na, te mit vettél? Hát én egy ilyen nakozó ágyféleséget vettem a cicának. 25 000 forintért megrendeltem. Napozó ágyat? Igen. Egy olyan, mint egy cinta ágy, olyasmi, és egy hatalmas napernyő van felette, hogy így a cinta így odafekszik, és akkor nem fog leégni a napon. Nem mondod komolyan, hogy vettél napernyőt, hogy ne égjen le a cica. Igen, hogy oda feküdjön. Csak hát ugye kihozták, 25 000 forint volt. A cica ránézett, és többet a közelébe sem ment az egésznek, tehát ez nagyon jó üzlet volt. Pedig úgy elmozták, hogy kifejezetten szeretik a cicát, mert ilyen csalogató illata van. Vagy az, hát valaki csalogatott. Ez nem jött be. És soha többet nem ment a környékére a macska. Nem, rá sem nézett, egyszer se feküdt bele semmi. Hát általában egyébként ez van, nem? Annyira. Mi náluk is volt egy ilyen, egyszer vettünk a macskának egy ilyen macska mászókát. Aztán az lett a vége, hogy Móni valami házi kondizásnál ráült bicepszezéshez, és letört a tetejét. Macskát egy percig nem érdekelt az egész, viszont ha ledobsz elé egy fültisztító pálcikát, megőrült tőle. Igen. Ez tényleg így van. Na, megérte a 25 rongyot, ugye? Ez az. Egyszer élünk. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szia. Hello. Itt van velünk András. Hello, András. Jó reggel. Hát mi egyszer Londonban voltunk ilyen karácsony környékén, én egy konferencián a feleségem meg csak kikísért, és ő talált a Harrods nevű áruházban egy 24 karátos ehető arannyal bevont karácsonyi pulykaízési, ízesítési kutyacsontot. Nagyon kell. Az nélkül nem élet az élet. Megvettétek? Hát az igazság, a konferencián ültem, és egyfolytában csörgött a telefonom, és mondom, nem tudja jól, hogy konferenciát nem fogom fölvenni, és akkor a szünetbe kimentem, és mondta, hogy van egy óriási üzletet talált, mert hogy állítólag ez nagyon jót tesz a kutyának, mert hogy tisztítja a beleit, és hogy mindent, és ezt meg kell venni, és így fogtam a fejem, ráadásul a Harrodsban, de amikor elmondta az árát, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen poénnak is jó, hogy elmondhatjuk, hogy legalább a kutyánk aranyat tojik, tehát igazán miért? Hát azért miért, a 40 mert? Font azért az nem kevés. Nem kevés, de sztorinak jó, tehát igazán nem, egyébként valóban nem kevés, de Harrodsos viszonyokban gyakorlatilag, hogy lehet bármit 40 fontért kapni, azt szerintem nem vészes, és megtudtam az árat, mondtam, hogy jó, drágám, vegyük meg. Aranyat bevont karácsonyi
kujka ízesítési gumicson. Zseni, és még mi vagy, nem is ízlinek, tudod, hogy ne piszkál, 18 karátos. Egyébként az a vicces, hogy nem szerette a kutyánk, tehát hogy nem ez volt a kedvenc játék, hanem volt ilyen gumikötél, és inkább azt rágta, pedig ott volt mind a kettő egymás mellett, és így sírtam, hogy könyörgöm, ehetnél aranyat helyezték köteleket. Képzeld, hogy a gazdagok egyébként miket vehetnek meg, tehát az igazán gazdagok, ilyen nem tudom, ilyen szaudi, meg arab sejkek, meg az amerikaiak, tehát hogy ott mi mehet, nem? Milyen ágyakba, hova fektetik az állatokat? Macska, teljesen Ferrari. Beteg. Teljesen beteg egyébként. Köszi, hogy elmondtad, ciao, szia András, hello. Én vettem a macska távolságtartó sprét, hogy ne kaparja ki a virágokat a cseréből. Semmit nem ért. Azóta nincs virág a házban, ezt Tony küldte nekünk. És látod, is a macska maradt. Hát most, na, nem a virág. Tengeri malac sétáltató hám 3000 forintért, még most sem hiszem el, hogy megvettem a gyereknek. Brigi küldte nekünk. Jó vagy, Brigi, ilyet láttam. De sétált kis is. Kis állat, hát inkább húzzák. Ugye, tudod? Mert hogy ilyenkor leszakott fagyni az állat, tehát rárakják és állnak mellette. És itt tartják így a pórát. Mert meg sem mozdul, ezt nem érti. Valami van rajta. Vettem a lovamnak hátmasszírozó kesztyűt, kipróbáltuk, semmit nem reagált rá, azóta a szekrény tetején van. Kutya szobakennelt vettem 23 000-ért, egyszer próbáltuk ki, én bemásztam, a kutya pedig kint feküdt mellette, és nézte, hogy mit csinálok oda bent. Eddig. Mit csinálok, gyerek, normális tudom. Gyerek, úgy így kell bemenni. És látni lehetett az állat szemében a szánalmat. Nekem papagájom volt, beugrottam neki a kereskedésbe eleségért, de az eladó kislány olyan dekoratív jócsaj volt, hogy rábeszélt egy papagáj fürdőkádra, mondván, mennyire szeretnek a papagájok fürdeni. Azóta is értem, hogy lettem ennyire hülye, ezért megvettem neki, mondanom sem kell, mennyire utálta a fürdést. Ricsi küldte nekünk. Mi hordozót vettünk a törpehörcsögünknek. Kutyapelenkát vettünk, 2 havonta 8000 forintért, írta egy másik hallgató. Aztán most készülök venni neki napozó ágyat. Hát akkor... Nagyon helyes. Ha hallottad az egy perccel ezelőtti sztorit a 25 000-es napozó ágyról, akkor engedd el. Vagy kiadjuk az SMS-t számot, és akkor... Semmi, és 12-től odaadja, fél ár. Igen. Híresen nagy állatbolond barátom, akinek 10 cicája közül az egyik lebénult, mondta az állatorvos, hogy van egy 300 000 forintos matrac, ami masszírozza a cicát, meghosszabbítva ezzel az életét. Persze megvettük a matracot, a cica 2 nap múlva felfordul. Szegény. Szegény. 3 kilóért. Beteg a világ, gyerekek. Beteg. Igen. Kollégám macskája depressziós, ha egyedül van, ezért belekakil az ágyba. Na jó, most szállt el a Beni macskája. Tehát érv, hogy jó, hát ez most látom a gyerek macskáját elúszni, nem? Tehát, hogy de nem az elevene nyúzná meg egyszer, begittelne az ágyamba. Szerintem ezt a dolgot most félreérted, ez egy nemes bosszú volt a részéről. Én ismerek rockstarokat is, vagy olvastam rockstarokat is, akik hasonlóképpen álltak bosszú. Hát jó, de akkor sem. Boldogság hormon sprével kell befújni, ha arra jár, boldog lesz. Van konnektorba dugható változata is, a macska boldog lesz, és nem kakil az ágyadba, ha esetleg magára hagyod. Elég jó, nem? Én ezt nem akarom hallani. Nagyon-nagyon-nagyon beteg. Kiúszható macska kanapé, ez volt a legbolondabb dolog, amit megvettünk. Képzeljétek el, egy 2 személyes kanapét, csak minibe. Hozzáteszem, egyébként le se tojta. És hogyha átjön a szomszéd macska barizni, és ott akar aludni, akkor kihúzod? Akkor kihúzod, persze. Ha lesz barátja a kis macskának, akkor nem akarod, hogy máshol csinálja. Ha pasia ott akar aludni, akkor kihúzod, így van. Macskámnak vettem egy 40 kilós rottweilert, hogy együtt játszanak, de ez csak egyszer sikerült, egyszer játszottak együtt. Mops kutyának bőrkanapét sikerült venni, 2 másik ágy plusz hűsítő matrac, 2 féle csonterisítő, béres csepp, több 100 rágócsont, pedig csak 10 hónapos. Hát a béres csepp nagyon kell. Az fontos. Hát jó kis vas, egy kis C-vitamin, hát a nagyon, ez nagyon komolyan szükség van rágy venni. Macska béres csepp. Kutyának vettem baba konzervet a kutyámnak, és szájvizet. Megette, megitte, aztán akkorát durrantott, hogy azt hittem felrobban a lakás. Mi is vettünk a kutyának az X-alakú fogerősítőt, fogtisztító sztikket, és hagyd ne mondjam, mind a két kutya úgy kicsit türelmetlenül, 2 perc alatt alig megrágva egyben lenyelte, másnap röhögtünk, amikor nagyon nehezen jött ki a túloldalom. Egyébként tényleg ezekkel a kis pusztucokkal mindig az a baj, hogy a kutya nem igazán érti, hogy miről van szó. Tehát, hogyha veszenek egy olyan csontot, aminek az a funkciója, hogy tisztítsa a fogait. Igen, emlékszem, a Digo nevű rottweilerünknek vettem egyszer egy ekkorát, egy ilyen, hogyha 30 cm hosszú. És már nem volt a nyomrába. Másnap keresztbe állt a rotti szemmel, amikor próbált nyitni. Picit gúvat szemekkel kakkant. És kérdően nézett rá, hogy segíts kizgatni. Ezt most miért kellett csinálni? Van most, segíts. Húzd ki valahogy. Ah, nekem törpenyúlom van, amikor megvettük, mondták, hogy vegyek sárgarépa tartót, hát vettem is, mondhatom, semmit nem ért, vagy átesett rajta, vagy a répa beszorult. Azért kellett elkezdenem laktózmentes tejet inni, mert az asszony a macskának csak azt vett, minden macska állítólag laktózérzékeny.
Na, hát most már... Hát váljál el! Most meg már végig. Már ne haragudj, de... Jó, ez így. Én már láttam. Jó, ez így, hogy nincs macska. Jó, hát mondjuk én majdnem belöntöttem először a kávémba, amikor a macska tejet. Amikor először megláttam, hogy van, igen, van cicatej. És ti vesztek cicatejet? Hát szoktunk, ha le van értékelve. Őszintén. Azért. Te ugyanolyan vagy, mint az SMS író. Most már küldtek egy SMS-t. Bevigyen Mikit. Béres cseppet is adtok a macskának egyébként. Az egyébként ez egy jó immunerősítő, mert ugye az állatok, egy csomó állat immunerősítő anyag is van, és a béres csepp sokszor olcsóbb, mint ezek. Aha. Mert tudod, ami speciálisan neki készül, az általában az drágább. Hogy bírták ki 400-500 évig, vagy 1000 évig mindenféle immunerősítő nélkül? Hát, hogy? Elpusztultak hamar? Hát, nem ez volt a gond, hanem hogy honnan szereztek macskahintát, illetve napozóágyat. Igen. Na jó van. Egy full extrás macskahinta. Mindenki nagyon beteg dolgokat vesz a háza állatainak, ez nagyon jó egyébként. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.